Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 13 perccel. Jajjaj. Híresek küldtek valószínűleg. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, jó reggelt. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Egy újabb hétfő. Frissen kipihentem mindenki? Szó. Igen? Dolgos hétvége volt. Hát tegnap én futni voltam. Ugye, 21-es. Nike félmaratonon, és hát picit megviselt a dolog, úgyhogy délután már csak pihengettem, meg mondjuk előtt is csak pihengettem, mert az egész héten nagyon rosszul ment valamilyen okból kifolyólag a mozgás, de egész jó. Legyűrted? Le. Egy ilyen kis 1:51:34, ami igazából nem olyan túlságosan komoly eredmény, de azért a senior 1-es kategória. Senior 1-es vagy? Most már az vagyok. Senior 1-be? Aha. Abba fértél bele, vagy? Így van, ott futottam együtt a spanyolokkal, a seniorokkal. Az jó. De ő csak senior 2. Úgyhogy ki volt a leggyorsabb, csak hogy tudjuk, hogy 50 várjál. Perc. Hú, várjál. Azt mondja, hogy olyan 1:01, 1:05, 1:10 körül. 1:05 volt. Az nem gyenge. Az azt jelenti, hogy a maratont le tudja futni ilyen 2 fél alatt? Az más kategória. Vagy az más? De valószínűleg meg tudja oldani. Jézusom. Hát most nálunk Velencén kérlek szépen sport hétvége volt. Lezárva minden, tudod mit csináltak? Ironman duplán. Dupla Ironman csináltak. Reggel így beugrottak a srácok a vízbe 8 körül, leúztak 7,6 kilométer. A dupla az annyi, igen. Kijöttek a vízből, felültek a brinyóra és tekertek 360-at a faluban. Mondom, 84 kört nyomtak, csináltak egy pályát, 84-et. Normális. És utána? És utána pedig letették a brinyót, gondolom így rápihentek egyet, egy körülbelül egy negyed órácskát, frissítettek egyet a srácok, és a strandon belül volt egy futópálya, ami szerintem 1 kilométer hosszú nem volt, ott lefutottak 82 kilométert, vagy mennyi. Körülbelül annyi. Atya is. Tehát elindult. Már egy másik kategória. Szombat reggel elindult, az, tehát biztos, hogy beteg mind, már hogy ilyen jó vagy rossz értelemben azt, mert eldöntitek. Te jó Isten. Elindult szombat reggel, és így vasárnap délben így megérkezett. Úgy volt? Hogy haló, megjöttem. Atya Isten. És hát gondolhatod, hogy Feri két szóval beszámolt róla, nyilván hatalmas tomboló tömeg, egy ember, vagy kettő, vagy hát három. Hát mi ketten tudod, a békával hogy... kimentünk éjszaka szurkolni, ilyen éjfél körül kiálltunk, és nyomjad, nagyon hálásak voltak. Ez már nem a tömegsport kategória, ez hanem őszintén. Ők igazi fanatikusok. Jó Isten. Beteg. Dupla Ironman, dupla. De nekik mindig azt gondolkodik az ember, hogy mi hiányzik az életekből, megmondom, a tripla Ironman. Egyébként igen. Ja, és elkezdtem, így fölcsillant a szemem, ahogy így néztem őket, elkezdtem utána nézni, hogy mik vannak, milyen lehetőség. Vannak nekem. Innen még valahova tágulni azért. Ebben a sportában, és van egy Szőnyi Ferenc nevezetű magyar férfi, aki 43 éves volt, amikor így érezte, hogy most már 80 kiló fogyni kéne, de nem nagyon sportolt előtte soha. A családtól kapott egy 20 kilogrammos ilyen trekking biciklit. Azért mondom a 20 kilót, mert ugye ez egy nehéz bringa a versenyzők között. Ő Tatán él, és így elkezdett tekerni. És látott egy ilyen biciklis csávot, azt mondta, megyek utána. Majd megelőzte ezt a hapsit, aki a belét kiköpve utolérte, az akkor éppen kerékpározó Szőnyi urat, mondta, hogy álljunk már megbeszélgetni, mert hogy őt nem nagyon szokták megelőzni, főleg nem egy ilyen biciklivel, mert ő egy 7 kilós versenygéppel ment, és akkor mondta a Szőnyi, hogy hát ő így nem szokott semmit csinálni, ő csak így bringázik. És azt mondja, nem hiszik el, na most ő olyat csinál, hogy 10-szeres Ironman, az azt jelenti, hogy 10 napon keresztül egymás után minden nap megcsinálod az Ironman-t. Minden nap. Reggel leúszod a 3-6-ot, 180 bringa, 42. Jó, ő erre született, csak nem tudott róla. Igen, sokáig. 10 napon keresztül. Ez 10 napon keresztül. De tud csinál olyat, hogy van egy ilyen verseny, hogy Across America, 5200 kilométer bringa egyben. Picit alszó közben. 5200 keresztül Amerika. Ez nem. Hát az valami szédületes. Ezt nem kell erőltetni szerintem, nem? Ja nem, nekem tehát nem. Szép legyen. Dolgok, jó dolgok, de... De ő nem erőlteti. Ő nem, ez benne ő durva, hogy nem erőlteti, hogy egy picit lehunja a szemét, megébred, és aztán mondják neki, hogy átfutottál Jután. Igen. Amíg aludtál. Hát, hogy ő erre született. Tehát, hogy ő csak picit később döbbent rá, vagy döbbentették rá, hogy ebben egy olyan tehetség van, hogy genetikailag is annyira erre teremtett a jó Isten, hogy vannak ilyen emberek. Van, aki meg tényleg belepusztol a 6 kilométerbe. Ja. Atya Isten. Hát, elég kemény. Ez keményen hangzik. Ja. Ez keményen hangzik, igen. Na mindegy. Én Ausztriában voltam. Az se rossz. Az se rossz egyébként. De Sopron mellett. Mit? Hogy?
Hopp. Anna. Anna, hogy te kifutottál? Én Forrest voltam. Na. Fölvettem a gyereket a nyakamba, és lefutottam vele az M1-esen. Hegyes Hallóvég is van. Nem, Sopronból mentünk át, és ott van egy ilyen Familien Park nevezetű nagyon mulatságos kis hely. Voltál? Nem, csak elmentünk mellette, mert már zárva volt, mikor mi voltunk a, ilyen a tavaly októberben vagy novemberben, de megnéztük. Hát gyerekek. De nagyon jó, nem? Én a honlapjukat néztem. Ez megint egy olyan hely, ami nincs Magyarországnak, ez a Fertőtó másik oldalán van, és hát iszonyatosan színvonalas. Tehát egy egész napos program, bemész, egyszer megveszed a belépődben, már csak zsetonokat dobálsz, ilyen gyerekjátékokra egyébként minden teljesen ingyen van. Hullámvasút felnőtteknek, ilyen-olyan játékok, ágyúval lövöldözés, dodge, minden, nagyon jó. Egy nap alatt tudod a parkot végigmenni körülbelül, sehol nincsen sorbaállás, annyi játék van. Van, ahol mondjuk 15 percet várni kellett a traktorra. Hát, az népszerű. Az szörnyen hosszúnak tűnt a traktorozás. De hogy valami elképesztően jó. És állatsimogató van benne, ott kajálni lehet a közepén, nem is kell kijönnöd a parkba. Tehát ilyen modern Disneyland jelleggel, de hát nem olyan nagyszabású. Aha. Sopronból 20 perc körülbelül kocsival. Nagyon barátságos kis hely. Akartatok ti is oda menni? Igen, csak az úgy emlékszem, hogy október közepén bezárt. Igen, azt szerintem tényleg zárva. Tél, igen, és mi október végén voltunk egyszer tavaly, aha, és így megnéztük kívülről, aztán én itthon fölmentem a honlapjukra, és akkor láttam, hogy nagyon-nagyon jó. Nagyon jó, menjetek el. Tényleg nem drága. És 15 euró egy gyereknek. Tehát olcsóbban mész be egy négyfős családdal, mint a budapesti Vidámparkba szerintem. Ja, jó, de... De a traktorért fizettetek külön. Nem. Csak veszel még ilyen 1 euró zsetont, és akkor a zsetonnal megy mondjuk 5 darab játék. Aha. De úgy, hogy bedobsz egy zsetont, és ilyen a 3 éveseknek jó, hogy fölül, és akkor egy pici körhinta. Aha. A zsetonnal megy. Minden más tök ingyenes. Akkor drágább a lángos. Az a baj, nem, még nem, akkor is. Ja, nincs lángos. Így van. Na, ja, megfogtad őket, Feri. Jó volt. Nincs az itteni Vidámparkban. Igen, nagyon-nagyon-nagyon. Én nem ismertem ezt a helyet, vagy én nem tudtam róla, főleg, hogy az ilyen közel van Magyarországhoz. Tényleg Sopronból egy 20 perc alatt ott lehet lenni. De Máté szalkáról már nem éri meg. Megvagytok. Megvagytok. Onnan már egy kicsit neccesebb. Onnan már van benzinköltség. Figyelj, nem egy olcsó mulatság, hiszen kimész, tankolsz, érdemes úgy menni, hogy péntek este megállsz valami szállodába Sopronba, és akkor onnan szombat reggel átmész a parkba. De és de ha nincs szerencséd, akkor anyu beiktat egy Pándorfot. Hát akkor jó, igen, akkor igen, belecsúszni balesetekre. Igen, az arra rá lehet csúszni. Hát már megyek apósomat el kell vinnem Mosonmagyaróvárra, mert ott talált magának autót, ezt mondjuk mindegy, hagyjuk is, vagy biztos lett volna máshol is, de ott egy nagyon jó talált, és megkért, hogy vigyem el, nagyon szívesen imádom az öreget, és mi volt a családnál, mentek Mosonmagyaróvárra, nem tudok elmenni veletek, béka, mert hogy azonnal már csak mondom, cica. Ja, onnan már gyorsan át. Persze, onnan már egy kis soperkedésre át lehet menni. De annyira szomorú, hogy Magyarországnak még egy ilyen parkja sincs egyébként, komolyan mondom. Tehát azért ez nem egy olyan nagyon nagy sztori. Egy országnak egy olyan normális vidám park, ahol kicsik, felnőttek, nagyok, gyerekek, kinek itt tök jól érzi magát. Nincs ilyen. Hát most nincs, de majd lesz. Tese? Most nincs, de majd lesz. Most majd... ezt bezárják, majd lesz. Egyszer lesz nekünk is valami. De érted, hogy eljutottunk oda, hogy egy nyomorúságos normál vidám parkunk sincs már? Igen. Tehát ez már a pusztulatnak a kezdete. Meccset kilátta? Nem akarok róla beszélni. Én se sokat. Nem a meccs volt? Egyrészt, hogy nem meccs volt, ez szégyen és gyalázat volt, és nem mondunk olyat egy ilyen után, az összeset megkérem, nem mondunk olyat, hogy azért az elmúlt 3 évet azt tiszteletbe kell tartani. Mi a rettenetes? Mondjak adatokat? 90 perc alatt egy kapura lövés? Egy kapura lövés 90 perc alatt. Azért az, szóval, hogy azért az meleg, nem? Az nagyon. Hogy el se jutottunk odáig. Mert ott az elején volt egy, amit többen apró hibának jeleztek, hogy ugye eladtuk a labdát a második percben, apró hibának azt azért, hogy így a messzből fölismered, hogy kinek kell rúgni, tudod? Persze. Én nem nagyon értek hozzá, de hogy persze, a másik színnek nem passzolom át. Második percben gól. Egervári Sándor nyilatkozata, szerintem egy kapura lövés 90 perc alatt, egyetlen egy, hangsúlyozom, nem 6, nem 8, egy. Egervári Sándor, meccs után nem szabad elfelejteni az előrelépést. Uh-huh. A melyiket? Ezt így. De melyik? Azt hát, hogy ez ennek ellenére egyfajta előrelépés. Hogy mindenki szép volt. Ja, meg igen, hogy egy kapu. Nem szabad ezt elfelejteni, értem. Nem szabad megkérdőjelezni. Az előrelépést. Érted? Miközben ő azt mondta, hogy hát a románok elleni 3 pont az egyébként nem is olyan nagy eredmény. Tehát az szinte kötelező. Aha. Mondta ezt egy fél évvel vagy egy évvel ezelőtt. Aha.
Tehát, hogy ezt hozni kell. Hogy ezt hozni kell, és az még nem is nagy kunst. Igen, úgy mentünk ki, hogy győzni megyünk, ami nagyon jó. Egyébként a lendület az kell, én ezt múlt héten is elmondtam, hogy az a jó, ha hiszünk magunkban, meg a focistáinkban. Biztos, hogy a Somából focistát fogok csinálni. Biztos vagyok, mert semmit nem kell csinálni érte. Van kocsid, van lakásod, van jó fizud, nem tudsz focizni, nem érdekes. Teljesen. Én nem néztem, tehát nem vagyok hajlandó magam mérgezni magyar futballal, egyáltalán nem érdekelt. Csak az eredmény után így olvasgattam ilyen internetes, kíváncsi vagyok mindig a magyarázkodás, magyarázat, statisztikák, azért azt így az ember követi, mégiscsak azért így nem kevés stadion épül, tudod? Hát legalább, hogy úgy mire? Nem? Igen, kíváncsi vagy. Kíváncsi vagy, hogy mire? Egy kapura lövés. Nem szabad elfelejteni az előrelépést. Illetve nem szabad megkérdőjelezni. Várj, és az el is találta. Én nem akarom megkérdőjelezni. Tessék? Az úgy abba az irányba ment. Az talán abba az irányba ment egyébként, igen. Szóval, hogy döbbenet. De tényleg. Röhely. Na jó, kis 3-0. Megérte, az is megérte, meg megérte a szurkolói viselkedés is. Gyerekek, nem kell embert engedni a stadionba. Ezek miatt például nem megy a normális foci rajongó, a családapa a gyerekével kézen fogva nem megy ki a meccsre a hülye miatt, akkor nem kell őt beengedni. 1-2. Kiment 2800 magyar szurkoló, arról már lapok megírtak, hogy 5000 hely volt. Na, így érdekli a magyar a foci. Persze, hogy így érdekel, mert ha érdekelne, sem mennék ki ezek közé. Kimennek ki? Mi történt? Elkezdtünk balhét csinálni, nagyon ügyesen, és ezzel nem az a baj, hogy te megvereted magad, mint aki mindenki megy, hanem tudod, az a baj, hogy te vissza fogsz jönni, és az a magyar ember, meg az a székely ember, aki kint lakik Romániában, ő ott fog maradni, tudod? És őt fogják cseszegetni. Jó, azért belénk is belénk kötöttek, tehát hogy mire kettőt fújt a bíró, már négyet megkíséltek, tehát hogy azért nem volt az... Nyilván várták kint őket, meg hát számítottak arra, hogy lesz provokáció, tehát hogy... Egy verekedés az általában két ember kell, tehát hogy... Igen, az elején állítok, csak verték őket. Szóval, hogy ott volt azért ott... Nyilván a másik oldal is volt, hogy azért úgy örültek neki, na gyertek, hogy gyertek a papához. Tehát, visszafelé meg a kalaptartó kötött beléjük. Igen, akkor... Egyébként itt van egy közérdekű bejelentés is, tehát azt mondja, hogy a kedves utazó közönség a Békés Csabai vonalon átmeneti kocsi hiány lépett fel a közeljövőben, hiszen az ottani honállomású B20-as és 80-as kocsik picit károsodtak. 12 kocsit vertek szét hazafelé jövet. Ők fogják egyébként kifizetni, mivel hogy a megrendelőn behajthatja a MÁV. De hogy ennek egyébként mi értelme van? Hát figyelj, ez a futballnál ez mindig szóba jön semmi. Tehát ez feladi meccs után szóba, utemeccs után nagy nemzetközi meccs. Igen, csak ne kezeljük úgy, mint hogy természetes lenne. Pont mi is így poénkodtunk rajta, hogy na és akkor milyen állapotban fognak visszajönni, akkor hát ilyen állapotban jöttek vissza. Szánalmas gyerekek. Annyira szánalmas az egész magyar futball, hogy az nem is érdekel, de hogy ezek után meg nem is vagyok hajlandó többet róla beszélni, semmilyen szinten, klubszinten maximum. Ilyenkor nincs az, hogy le kéne mondani valaki, vagy nem kell ilyen, hogy nem kell ilyenkor lemondani. Nem kell, mert senki nem itt, hogy kijutna. Ja. Tehát, hogy tulajdonképpen az elvárás teljesen. Tehát abszolút hozták az elvárást, tehát nincs miért lemondani. Ők maguk se, szerintem senki, tehát hogy igazából nem okoztak kudarcot. Kinek okoztak kudarcot? Kinek okoztak csalódást? Bárki elhitte, hogy van esélyünk? Ja, az is igaz. Ugye? Tulajdonképpen akkor ezt kaptuk, amit vártunk. Lemondani akkor kell, ha valamilyen történik, ami nem várt. Aha. Nem? Vagy nem sikerül. Ja. Pedig ezt sikerülhetne. De hát itt erről itt szó nincs. Nyomorult az egész komolyan. De kinek fogjuk kiadni a stadionokat? Az újakat. Kinek adjuk ki? Olyan messze vagyunk mindentől. Hát 4-500 néző biztos lesz majd. Ja, mondjuk meg az X-faktor kitervel majd egy csomó új énekes, legalább azoknak lesz kulturált fellépő helye. Tök jó stadionkoncert. Jó. Vagy például, hogy a nálatok lemegy az X, hogy kicsit elhúzzátok, nem karácsonykor van az árás, mert akkor elég rossz szabadtéri rendezvényt csinálni, de még egy ilyen májusig kitolja az RTL, akkor itt van a nagy stadion, be lehet a záró akkordot ide tenni. Azt jó napot kívánok. Lehet egy X-et tényleg. Egy jó X-et. Belenéztetek? Láttátok? X-be, senki? Ja, dehogy nem. Jó, én végig is néztem, és tetszett is. Igen? Voltak benne nagyon jó énekesek, hát ugye szokásos, mert felvezetésnek mindig ilyenek szoktak általában lenni, hogy ugye azok is, akik viccnek, vagy éppenséggel komolyan, de akkor még szomorúbb gondolták az indulást, de hogy egyébként voltak benne kifejezetten jó énekesek. Jó volt, szórakoztató. Sűrű király volt, Szikora? Rendben volt. Tényleg? Rendben volt. Hát, jó. Igen, hát a Robi az fura, érdekes, izgalmas, megmagyarázhatatlan. Az igen. Az több mint érdekes. De egyébként mindenki hozta a formáját. Jó volt, szórakoztatott.
Úgyhogy egy-két adás múlva meg fogom jegyezni a neveket, és most egy Rich nevű srác volt az, aki így leginkább így az arcokra fagyasztotta a döbbenetet, mert hogy elképesztően jó volt. Asha Favidan saját feldolgozásban úgy, ahogy még soha nem hallottad, és én jobban örültem volna, ha ezt a változatot hallom először, de az eredet is természetesen jó, mert ugye rossz dalból nem lehet jó feldolgozást készíteni, tehát azért az egy jó dal. Ez a srác nagyon nagyot énekel, nagyon ügyes. Ricsi? Uh-huh. Ricsi. Rákeresünk. Igen, a Szabó írta nagyon viccesen a szikora olyan a zsűriben, mintha egy vasárnapi mise közepén ragadt volna rajta a trippen. Igen. Igen. Nagyon jó. Kicsit érdekes. Az szenzációs, tehát az vasárnapi mise közepén ragadt. Igen. Ő igen, hát ő még szokja, hogy hol van. Nem? Ő nem lesz más, szerintem ő egyébként ilyen. Nem. Hát aki azt várta, hogy más lesz, az nagyon mellé nyújt. Ezzel a szerződéssel. Volt egy lány is, aki például dallamos death metallal jött. Na ott Szikora Robi nem nagyon tudta értelmezni a dolgot. Hát ugye hörgés, dallamos ének. Tovább is juttatták, mert tetszett nekik. Ráadásul egy zenei képzettségi iskolázottságú hölgyről van szó, aki azért érti a zenét is, nem csak hörgi, meg nem csak dalolja. Hát ugye egy kicsit a dallamosabb részekre még ráfekszik, akkor talán bármi lett belőle. Szerintem egy picit inkább ilyen érdekesség kedvéért juttatták tovább, de a Robi, hogy mennyire nem tudta értelmezni, tehát hogy ő mellett ez a műfaj egy picit így elment, a többiek azért el voltak vele. És mondta rá valamit, hogy ő ezt nem érti? Ne, mondta is, hogy nem, mert én megijedtem. Én azt nem értem. Ez ijesztő volt. Igen, nem értem. Én ne haragudj, nem. Igen, érdekes. Na jó, új hét kezdődik, ugye lehet játszani, minket kihívni egészen nyugodtan, SMS-ben. Akár bátran arcoskodva, múlt héten az 5-0, azt ne is nagyon emlegessük nekik, de mert csak felhúzzák magukat, ugye? Hogy mondjuk el, mert haragudjanak rád, mert te csináltad végig az egész hetet. Kishegyi család? Kishegyi család. Igen. Úgyhogy ennyi. Most családok ne jelentkezzenek, mert Balázs holnap nem lesz, csak egyszer tud velük játszani. Igen, nem vállalok felelősséget a ma elkövetett dolgaimért, holnap már nem vagyok, úgyhogy... Úgyhogy nincs revansa lehetőség. Jó? Lehet jelentkezni SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után, pontosan fél hét. Ez itt a Morning Show. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hétfő van, egy újabb hét. Indul egy jó kis hideg fronttal, ugye? A bizony. Te ezt mondják? 28 fok, most ilyen 20-at ígérnek meg elsőt. Már erre a hétre. Ez nem túl biztató. De a hétvége megjön majd a... Pici kis felmelegedés, kicsit elmennek az esőfelhők, aztán ki tudja, hogy a jövő héten megint mi lesz. De hát ősz van. Hát meg milyen jó volt ez a hétvégén azért, nem? Jó volt. Hát ez olyan indián nyár volt, hogy igazi. Na, vannak... Akadnak, vannak, igen. Persze. Igen, vannak. Arcoskodó játékosok? Ja, az is van. Ha, az is. Nem erre gondoltunk, de ez is van. Igen? Ja, Istenem. Na nézzük meg akkor jó gyorsan, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Sziasztok, jó reggelt! Hello Zoli, jó reggelt! Zoli, honnan hívsz minket? Jelenleg egy villamos reményezőrsön vagyok. Na, tényleg? Aha, egy falatba haladok. Nem zavarod a beszélgetéssel, velünk folytatott beszélgetéssel az utazó társakat? Hát én hát is sajnálom őket. Ja. Te vezeted a villamost, vagy ülsz a villamoson és utazol? Persze, megyek fel az őrség, leugrom, aztán megyek a suliba. Ja, a suliba mész, ezt nem hallottam. Aha. Semmi baj. Hát valaki beszélget melletted valami. Hát páran, de engem nem zavar, amilyen titeket sem. Nem, mindenkit halljuk, de igazából nem zavaró. Jól van, kivel szeretné játszani? Hát megpróbálok egy meccsesenival lezavarni. Jaj, de jó, köszönöm szépen a lehetőséget. Igyekszem nem szégyent hozni a mondérra. Elindultatok, vagy mi történt? Ah, igen, Kövinél szállok. Micsoda? Következőnél szállok, mi az őrsön. Kövinél? Aha. Ja. Rövidítek. Igen. Életkori sajátosság. Ez mi már előfordult. Én sem értettem, már kövinél szállok. Ez most olyan mit jelent. Na jó. Oké, na nézzük, mire mentek egymással. Jó, 3-2-1, tessék. Szia, Jani. Szia, jó reggelt. Jó reggelt. Azt mondtad, hogy villamosozol? Persze. Melyik iskolába megyek? Iskolába? Aha. Milyen iskolába? Középiskola? Verebély László, informatikus
szakközépiskola, 13. kerület, egész jó kis suli. Informatikus leszel? Hát, remélem. Hanyadik év? Második? 11. Most fogok majd. Aha, 11. Most fogok előrehozott érettségit tenni, középfokút. Izgulsz miatta? Kicsit. Kicsit. De készülsz rendesen, gondolom. Persze, muszáj. Örülsz neki, hogy elkezdődött az év? Maradjunk annyi, hogy a nyarat jobban szeretem. Aha, értem. Többiekkel nagy találkozás volt szeptember elején? Volt miről mesélni? Jó, hogy haverok. Megdomáltunk mindent, első nap laza volt, kidumcsiztuk magunkat, elvoltunk. Itt a vége. Jól van, kifutottunk. Jól van. Kicsit megtévesztem, mert a taps előbb jön már a 10. másodperc után, még van 10 másodperc. Nem, baj, én is mértem, úgyhogy tudtam, hogy vége van. Tudtad? Aha. Te igazi profi vagy. Te. Zoli, megvan az ajándékcsomag. Hát a múlt hét után muszáj volt elgállítani, egy kicsit lerendezted a népet, úgyhogy jobbat nem tudtam. Aha, hát ez azért még csak 1-0, azért az 5-0-hoz ez még messze van, de szép kezdés. Hát az kezdés megadtam hétfőn, ez a lényeg. Igen, abszolút tényleg. Jó, jó voltál. Jó voltál. Küldjük az ajándékcsomag. Szép napot nektek. Köszönöm szépen. Sziasztok. Hello. Hello. Ciao. Na, szépen. Lerázott bennünket. Jó. Odapirított. Igen, kicsit ilyen teszek rá hangulatban volt a fiatal ember, de jó, jó, végigjátszották az 1 percet, nem volt túl aktív, sokat nem kérdezett, vagy te támadtál, mondjuk így. Hát igyekezted, nehéz volt rajta fogást találni. Inkább védekezett, nem? Gondolkozott, válaszolt, szép játék volt. Nem, nincs ezzel baj. Na nézzünk egy-két közlekedés írt, hogy is állunk ma reggel. Még egy picit kevés, de már jött egy-kettő. Az M7-es, ott egészen rendben van most minden. Fonyottól Siófokig Budapest felé baleset és hatóságmentes csikánó üzente nekünk, valamint Szombathely Petőfi telepnél kamion csúnyán a hátára fordult az esős úton, Nóra Körmendről. Egervári állítólag lemondott. Na. Sehol nem olvastam, hogy lemondott volna. Biztos ma reggelre is még nem tudták megírni a lapok. Igen, és megint van egy piros lámpa Lurdinál, a villamos sineknél. Ezt Nyúl írta nekünk, hogy ott valószínű, hogy áldogálnak elég sokan. Az vigasztalja a meneteket, hogyha az pirosra vált, sokáig az marad. Tehát, hogy ott nem kell nagyon akkor kapkodni. Állíts le a motor, nyugodtan. Ne fogjon a benya. Nyugodtan. Ott akkor nem kell sietni. Na, én nem tudom, hogy az Egervár lemondott-e, viszont a Storzbotondot meg úgy szépen azért úgy helyre tették, nem? Csak úgy félmondatra. Hát nem kell, az a sportág, amit ő képvisel, így mi ő nem szövetségi kapitány, az sikertelen Magyarországon, tudod? Tehát, hogy ezek a gyerekek alig szereztek egy pár aranyat az elmúlt években, amíg Storz kolléga ottan tevékenykedett, mondjon is le, persze, így kell, ügyes volt, hajrá. Igen. Hát finoman leépítették, nem? Ja. Mondták neki, hogy ez a poszt ez megszűnik, hát pályázhat újra, de nem valószínű, aztán, hogy ezt megnyered, és akkor mondta, hogy hát köszönni szépen. Akkor minek? Köszönni szépen, ő ebben a formában nem. És ez érdekes egyébként, mert hát tényleg a focinál úgy van, nem megy, leváltják. De itt azért, aki ennyi érmet hoz, nem, őt leváltani nyilván nem tudták, azt mondták, hogy hát bocsánat, szövetségi kapitányi poszt most ugye jelen pillanatban megszűnik. De majd lehet rá újra pályázni, igen. Csak ezek most után nincs. Nem biztos, hogy akarsz, nem? Szóval azért érdekes. Hát igen, de mondjuk a poszt volt az, ami megszűnt, tehát hogy szerintem nem alól akarták kihúzni a szőnyeget, hanem egyszerűen így alakult. Talán majd klubedzőként, hogyha vannak neki ilyen tervei, majd nem, folytathatja. Tényleg, én egyszerűen komolyan mondom, nem értem ezt az országot, hogy mi történik itt. Tehát van egy jól bevált modell, hozzák az érmeket, működik, ért hozzá, sikeres, ott van a londoni olimpia, itt van most a világbajnokság, és aztán megszüntetik a posztot. Érted? Nyilván azért szüntetik meg, mert az ő személye a továbbiakban nem kívánatos. Létrehozzák újra valaki mással, vagy ezt a posztot nem hozzák létre, hanem valahogy máshogy történik majd az igazgatás ennek a sportágnak, de miért? Tehát egy jól működő, jól prosperáló dologról van szó, nem? Rosszul látod megint, hogy segítsek neked, ezért vagyok itt. Meg a János is, hogyha te bajban vagy, akkor mi odaállunk melléd. Az az ágazat, érted, ami megy, egy bármilyen, egy jó pékség, ami jó megy. Szerinted oda kell egy ember még vezetőnek? Nem kell. Jó, érted? Jó megy.
tudják, mindenki tudja a dolgát, a pék megsüti a kenyeret, a bótos eladja. Nem kell még egy ember. Itt ugyanez van. Hozzák az aranyat, nem kell vezér. Persze, ők ugyanazt mondják, hogy lehet majd pályázni, ebben igazad van, lehet majd pályázni újra, de hát azt meg más torsz nem biztos, hogy megpályázza. Na mindegy, szóval tényleg röhely a dolog. Na jó van, oké, jönnek a hírek újra. Rengeteg minden történt a nagyvilágban. Ákos újra 3 perc múlva 7 óra, aztán jövünk mi is vissza. 7 óra múlva 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vannak közlekedési híreink, méghozzá elég frissek. Itt van velünk Fatime. Hello, jó reggel! Sziasztok, reggel! Fatime, ez a neved? Így van. Így van, hello. Na, merre vagy? Sziasztok, a 4-es úton jövök be, illetve most már a 400-ason Assana is Ferenc Retérnél járok. Uh-huh. És az a lényeg, hogy Üllőnél, a 4-es és a 400-as közötti felüljárónál a híd tetején koccantak, azt hiszem ketten vagy hárman, pont mögöttem 3 autóval, nagyjából egy olyan 5-10 perce. És hát ugye nem igazán lehet ott kerülni, és gondolom sokan jönnek be a városba Monorról, illetve erről a környékről, úgyhogy hamarosan jó nagy dugó lesz. Úgyhogy szerintem aki teheti, az menjen el Üllőfelé. Üllőfelé érdemes kerülni, azt mondod akkor? Igen, én úgy gondolom, igen. A 400-as és a 4-es között. Aha. Igen. Jó, van. Merre mész egyébként, hogy mit csinálsz? Én Budapestre hozom fel a kislányomat az iskolába. Az egy hosszabb útnak tűnik akkor. Hát igen, ez ilyen mindennapos 100 kilométeres autókázás. Mennyi? Hát nagyjából egy ilyen 100 kilométer. 100 ide és 100 vissza? Ne, oda-vissza. Azért, hú, az se kevés. Ennyire oda jó vissza. Sulit találtatok itt, vagy ennyire nincs ott iskola, vagy hát azért egy 100-ast autózni, az nem kevés. Hát én azt mondom, hogy ennyire jó iskolát találtunk itt, ugye itt a 18. kerületre, és meg hát úgyis a férjemmel mind a ketten Budapesten dolgozunk. Aha, tehát bejöttök, eddig után meg viszitek haza. Uh-huh. Így van. Oké, köszi, hogy elmondtad ezeket, jó utat neked. Én is köszönöm, sziasztok. Hello, ciao. De milyen nyugodtan vette az akadályt. Persze, hát, ugye, most nincs mit már. Tudsz csinálni? Persze, hát akkor nem nagyon tudsz mit csinálni. Jók a suliaink, hiába. 18. Ennyi. Bocs. Van, akinek még az is megadatott, hogy ott lakjon. Érted. Igen. Kérdezik sokan Ménest, hogy hallottuk-e? Hát, sajnos igen. Hogyne, óriási sztori, imádom. Persze, ha hallott, szenzációs. Tehát ez nálam az év sztori eddig. Úgyhogy beszélünk róla 9 óra után, hogyne, persze. Konkrétan megették a gólyát. Nagyon jó. Vicces. Úgyhogy 9 óra után beszélünk róla, persze. Ménes a gólya, aki kiszabadult Egyiptomból, majd elhálózott, mert egy egyiptomi család lelőtte és megette. Éhesek voltak, felhézték az égre, ott repült a mi kis ménesünk, paf! Már zuhant is a kismadár. Úgyhogy beszélünk róla mindenféle pékben. Én elolvastam, nagyon rögtem. Tehát, hogy ez a sztori, ez az év története. Nem? De most nem mi tehetünk róla. Tehát én értem, hogy ez tipikus magyaros sztori. De az egész, hogy megvan, elkapják, börtönbe kerül, letárgyalják, kiszabadul, szabadon engedik, majd lelövik és megeszik. Tehát, hogy ennél morbidabb befejezés nincs, nem? Még az is, eltűnt, vagy nem ad jelet, ez semmi. Tehát ez így került föl az íra a pont. Lelőtték, megették. És keresték a csipogót, és benne volt vajon az edény? Nem, az a baj, hogy ezt ott hagyták. Ott maradt a csipogó is, meg ott maradt a kis karika is a lábáról, aminek azonosítási száma volt, azt később az egyiptomi természetvédelmi hatóságnak az emberei találták. Szenzációs történet. Mert amikor már lelőtted, akkor már tök mindegy, hogy rajta van vagy se, ugye? De hogy aki szegény, aki leszette ezt a gólyát és megfőzte, ő mit gondolt, hogy ez mi rajta? Sugárzik a gólya, nekik mindegy volt, hogy leszerelték, nekik mindegy volt, csak hogy húst tegyenek. Elolvasom, nagyon rögtem. Tehát, hogy így ez annyira morbid, hogy ez már csak röhögni lehet. Na, 9 óra után majd beszélünk róla, hát már van egy állandó szakértünk, úgyhogy felhívjuk majd őt a Madártani Intézettől, és akkor elmondja, hogy évente hány gólyát fogyasztanak. Pénteken pedig gólyarecept. Pénteken egy jó gólyarecept, így van, és Orbán Zoli majd elmondja, hogy milyen a főzött, a párolt, illetve a megsült gólya, és melyik része a legértékesebb. Viszont egy sportvonatkozású jó hírről ezek 2 mondatot ejtsünk, végre megnyugodhatunk, akik szeretik a birkózást, szeretik a küzdősportokat, ott leszünk, ott lesz a birkózás Tokióban is 2020-ban, mert ugye Buenos Airesben az illetékesek, a mob illetékesei úgy döntöttek, hogy már továbbra is inkább a birkózást szeretnék látni az olimpiai játékok, nyári olimpiai játékok programján, és nem pedig a baseballt, illetve a fallabdát.
aminek a test elleni küzdelemét én nagyon szeretem, de azért a birkozásért még jobban, meg azért valljuk beszintén a világ szégyene lett volna, hogy egy olyan küzdősport, egy olyan sportág, ami a kezdetektől fogva ott van. És nem csak az újkori, hanem az ókoriban is benne bizony, volt már. Bizony, a leges legelejétől kezdve, ha nem lett volna ott, és több mint kétszer annyi szavazatot kapott egyébként, mint a baseball, uh-huh. meg a fallabda, úgyhogy azzal lehet egy kicsit próbálni, hogy lehet, hogy modernizálni kéne. Vagy ez meg is történik. Igen, tehát, úgy kéne, hogy visszamennek az időben. Ugye régen az ókori Görögországban olajos mesztelen testű férfiak gyúrták egymást. Hát még ezt csajok csinálják, az oké. Okay, de hát a női nézőt oda tudod vele hozzá. Értjük, Feri, hogy te nyitott vagy. Értem, hogy nagyon nagy öregen. Bármi jó. Szerintem egyébként én birkoztam elég sokáig. Én ismerem is a szabályokat, bár elég sok változtatáson esett át a birkozás az akkori birkozáshoz képest. Szerintem dagunalom. Tehát azt nézni, rohadt unalmas. Tehát aminek nulla a nézettsége, azon a szakák vezetőkön kívül, meg ha esetleg éremesélyes vagyok, az ország azt nézi, ennyi, ami egyébként azért világszinten kimutathatatlan. Ugye most a Magyarországnak van egy aranyesélyes meccse mondjuk birkózásba, azt megnézi mondjuk 300 ezer ember, a másik országból még szintén annyi, nulla, zéro, dögunalom. Tehát, hogy én örülök, hogy a birkózás marad, meg nagyon sok érmünk van, de mint laikus sportkedvelőként, hát az egy rohadt unalmas azt nézni. Azon kívül, hogy két 120 kilós ember egymásnak feszül, semmiféle akció nem történik. Jó, egy person bíró fölteszi a kezét, valamiket megintik, lemegy földre, nem történik semmi, megint egymásnak feszülnek, majd azt mondják, hogy te kicsit többet támadtál, egy pont, na, vonuljatok le, vége a meccsen. Érted konkrétan ez? Na, ez az, ami változni fog egyébként, mert most már három alapvető dologban változni fog. Egy, a támadó felfogású birkozást fogják támogatni, ez a cél, hogy mindenképpen ez legyen. Kétszer három percek lesznek, illetve a passzivitást rögtön inteni fogják a bírók. Tehát, hogy ők is azért ebből okultak, tehát, hogy pont ebből, hogy azért nagyon sokan kritizálták azzal, egyébként joggal a birkózást, hogy a néző számára, a laikus néző számára értelmezhetetlen, egyrészt, másrészt pedig uncsi, na ez változni fog. És ennek egyébként maguk a birkózók örülnek a legjobban. Igen, tehát azok, akik kardoskodnak, hogy ne vegyék már le a birkózást, azok kíváncsiak, hogy mennyi birkózást néztek, mert hogy szerintem pont nagyon csendesen szépen bealudtak rajta, mert hogy rémségesen. Na jó, de hát mégiscsak itt van x ezer éve, azért most nem fogjuk már sárba hagyományokat. Persze, ne, én is örültem, meg hát vannak éremesélyeink, és az mindig jó. Csak nézni viszont szörnyű. Meg azért érdekes az, hogy például olyan sportágok, mint az MMA, amik ugye kevert harcművészet, vagy kevert harcművészetek mindenféle formái, rengeteg birkózó elemet, rengeteg cselgáncs elemet, rengeteg olyan elemet. Persze, de sokkal izgalmasabb. Így van. Ebbe az irányba kell elvinni a birkózást is, és akkor egy kicsit majd izgalmasabbá válik majd a nézők számára is. Na, lecsaptak a NAV emberei méghozzá úgy, hogy megint valami hatalmas nagy fogás volt. A kérdés csak az, hogy hogy történik ez, ugye? Ez hétvégén történt méghozzá Dél-Alföldön, egy akció keretein belül, ugye, lecsapott a NAV. Néhány napja, hogy azért természetesen dicsérjük is őket, valami brutális nagy ilyen bűnszervezetet sikerült elkapniuk, ugye az évszázad számlagyárát, több ezer embernek adtak munkát, könyvelőirodákat működtettek, tehát az valami nagyon nagy fogás, és le a kalappal. Most szerintem egy kisebbet fogtak, de a dolog csak azért érdekes, mert hogy striptiz táncosokat rendeltek, és szexuális szolgáltatásokat is állítólag. Erotikus szolgáltatásokat ígérő internetes hirdetések alapján hajtották végre az ellenőrzést Dél-Alföldön, és 1 millió forintot meghaladó mulasztási bírság kiszabása várható. Hogy történik ez? Ugye megint van az önként jelentkezés, hogy ki az, aki tükrözni megy, ki az, aki megy. Ki az, aki megy, akkor Béla, te benézted, mert a többiek viszont striptiz bárba mennek. Nem, ezeknél az eseteknél nem önként jelentkezők vannak, itt sorbálás van, tehát valószínűleg az van, hogy itt van egy olyan lista, ami gyakorlatilag ilyen kihalásos alapon lehet rákerülni, mert hogy a végbél tükrözésre, vagy talán ketten jelentkeznek, és akkor azt mondják, hogy hát jó, ha nagyon muszáj, akkor megyek, vagy nem akarsz esetleg te menni? Na, ennél, amikor striptiz bárba kell menni, vagy striptiz táncosokat kell rendelni, amikor kell csinálni egy bulin, ahol el kell adni a macsót, a kifugszolt, gyönyör autóval érkező, jól feltöző, hát szerintem itt az lehet, hogy 3000-en vannak rajta a listán, és akkor mindig jó, sorsolás alapon. Múlt héten már voltál, te meg 2 héttel ezelőtt, akkor mit csinálnak? Ez lenne a jutalom. Ha NAV vezető lennék, azt mondom, hogy na gyerekek, aki szépen dolgozott, annak jár a striptiz tánc. Az mehet és oda. És akkor megvan a motivációs. De várj, hogy van ez? Ez nem úgy van, hogy te megrendelsz egy szolgáltatást. És ha te megrendelted a szolgáltatást, és az végrehajtásra került, vagyis beteljesült, vagyis hát tulajdonképpen teljesültek a feltételek, vagyis maga a dolog megtörtént,
Te utána fizetsz, és akkor kellene, hogy számlát kapjál, nem? Kellene. Tehát ha erotikus szolgáltatást veszed igénybe, akkor neked csak akkor lehet számla követelésed, ha az a dolog az teljesítése került, vagyis megtörtént a szolgáltatás. Hát igen, de mutassatok már nekem egy olyan embert ebben az országban, vagy akár Európában, amikor bugyi pénz után kapott már számlát. Ha elméletileg az, hogy ki tudsz rá váltani vállalkozóit, és elmélet, akkor nem száll nyugtát. Te előveszed a izét, előveszed a 20 vagy 50, nem tudom hány eurós, és akkor belegyűröd a lánynak a bugyjába, miután lejtett neked egy csábos táncot, akkor ő ad neked. Jaj, elnézést, egy pillanat, igen, jó, tessék, parancsolj, itt a nyugta. Csak nehogy gond legyen. Így nyugtát adniuk kéne. Úgyhogy ez azért magas labda. Na de várjál, hogy zajlik? Tehát, hogy ők elmennek egy striptease bárba, mint navos csoport, és azt mondják, hogy jöttünk mi, akik legénybúcsún vagyunk. Vagy a navosok beépülnek egyébként legénybúcsukra, és megkérdezik, hogy te ki vagy? Nekünk az ismerősöm. Mi az a te ismerősöm? Nem az én ismerősöm. És te hogy kerülsz? Hát jöttem, én egy csoportba jöttetek, hát jöttem én is. Érted? Tehát önálló szerveződésbe rendelnek mondjuk csipendéleket legénybúcsúra, navos csajok, vagy a navos fiúk beépülnek, kiszúrnak a városba legénybúcsúzó embereket, mennek el megrendelt, mit tudom én, striptease táncra? Vagy áll legénybúcsúva. De akkor hat navos áll legénybúcsúzva, áll berúgva, áll részegen. Biztos, hogy ez lehet. Hat navos japinak álcázza magát, akik születésnapot ünnepelnek. Na de, és akkor ők bemennek a striptease bárba. És végignézik? Hát muszáj. Hát végignézni. Kénytelenek. Igen, a muszáj az a jó a muszáj szó. Muszáj nekik végignézni. Micsoda szegény nyomorult emberekért, hogy ezt meg kell nézni. Csak a meló a rohadt életben, még hétvégén is. Igen, mert ezt nagyon jól mondtad, hogy a számladási kötelezettség hogy az ne? A szolgáltatás teljesítése után van. Van. Tehát én bemegyek cipőt talpaltatni, hogy egy párhuzamos példát hozzak. Megtalpalták, kifizettem, ad számlát. Hm. Ugye? De biztos, hogy vége van, mert itt ülünk már 4 óra, nem gond. Még bírjuk. Már, és akkor hogy van, hogy jegyzetelnek? Tehát, hogy vagy van egy egységára? Hát gondolom, hogy pillantás 3 plusz áfa, bugyi 4 plusz áfa, 12 plusz áfa. Vagy van egy adott ára a striptease-nek, hogy azt mondja, hogy 5000-ért táncolok neked egyet. Így nem? Van, és ha tovább akarod gondolni, akkor az újabb pénz. Uh-huh. Na most, és ha lelkes vagyok, és tovább gondolom, hát akkor azt meg hogy kell csinálni. Mert én jó... a private roomba is magadnak egy táncot. Mert én jó navos vagyok, és én azt gondolom, hogy ha már itt vagyok, felderítek, oknyózok, akkor már azért legyen teljes a kör. És jöjjünk rá mindenre, hogy hol mulasztották hát, el a számlaadási kötelezettségüket, figyelj, nem? Ők nem a fillére mennek rá, hanem a forintra. Tehát, hogy ők minél nagyobb összegű visszaélést szeretnének valószínűleg lefülelni. Tehát minél nagyobb összegről nem kapnak számlát, annál nagyobb ugye a falat, annál nagyobb az elismerés is. Majd bent a szervezetnél magyarul, tehát neki egész este, és lehetőleg az összes szolgáltatást ki kell próbálniuk, hogy a végén egy hatalmas összegről ne kapjanak. Na de azt képzeljétek el, hogy még a palik elmennek, és felderítik, hogy a csajok nem adnak számlát, oké. De amikor 6 darab navos nő összeáll, elmennek egy csipendél sóra, és ott kihívják Marikát. Marikát leültetik, és Marika munkaköri kötelességében macerál egy 120 kilós pasit, fogdossa mellét, és ugye a szegény csipendél hát nem tudja, hogy navosok ülnek vele szemben, mert ő nagyon teszi bele a kis vánkhoz oda a nadrágjába, fogdossa mellét, a többiek meg sikítozva örjöngenek. És ugye Marikának el kell játszani kérdés, hogy mekkora színészi beleéléssel, hogy ez most neki valójában tetszik, nehogy ugye a csipendél fiú ugyanúgy fogjon. Hát itt azért nagy bulik lehetnek közben, nem? Hat navos csaj elmegy, ugye, és megrendeli a csipendéles fiút. Vasárnap meg megy el meggyónni. csak a munkám. Jaj, léci, ne undorít, hogy itt lambadázol az ölembe. Vagy becsukja a szemét, hátra teszi a kezét, és a férjére gondol. És a férjére gondol, a férjére és már gondol melegítő nadrágban, ahogy mossa a zsigát. Ezt a cégért csinálom. Azért egy navosnak se könnyű, gondoljatok bele. Hát hazamenni, és nekik volt ma, na, voltatok a piacon, felderítettetek 3 viper árus. Nem, édesem, szörnyű dolog, a striptease bárra kellett menni. Hát a Jóskának olyan táncoltak, te a privát dance-et kapott meg. Borzasztó volt, de elcsíptük őket. És nem adtak számára. Ebben okulnak majd. Na, mi van vacsorára? Komolyan mondom, jó dolog ez. Hát ha most választani lehet, hogy önként menjek a kollégámmal tükrözésre, majd buktassam le az orvos, hogy nem adott számlát, vagy menjek el azért egy legénybúcsúra, nem? Ahol hát, valami Erika Elenyák kinézetű csaj előbújik egy tortából, akire a végén még le is csaphatok, hogy nem adott számlát, hát inkább az utóbbi. És ki nyalja le róla a tejszabot? Én nem, akkor én. Hát jó, ha srácok senki, akkor feláldozom. És ráadásul az van, hogy nem csak striptease tánc, hanem komolyabb szolgáltatást is igénybe vettek,
a hír szerint, az a történet, hogy kimentek helyszínre, tehát te fölhívod a call girl-t, igen, aki helyszínen fogad téged, bemész, ezt írja a cikk, bemegy, kifizette a dolgot, és a szexuális szolgáltatás igénybevétele nélkül büntet. Ékkor hát azt mondta, hogy, akkor mondta, hogy jaj, nem megy, bocsánat, zavarban vagyok, de azért kifizethetem-e? Mondta neki a csaj, hogy igen, azért természetesen fizest ki. Tehát nem vették igénybe a szolgáltatás, az korrekt egyébként. Csak nézős volt. És hogy van? Hogy van előre menetel szerintetek? Tehát az van, hogy mit tudom én, ha te háromszor bevállalsz, nem tudom, három tükrözést, akkor utána mehetsz már striptiz lebuktatni? Tehát, hogy van egy ilyen hierarchia? Te tükrözés? Nem. Három tükrözés az csak étterembe mehetsz. Három tükrözés, egy étterem, négy tükrözés, két étterem, egy striptiz bár, tehát, hogy van egy ilyen hierarchikus fejlődés is ebben valószínű. Nem? De a szexuális szolgáltatást azt honnan tudjuk, hogy nem vették igénybe? Mondták. Nem volt gatya vizit? Hát ha, érted, ki tudja, hogy milyen körülmények között voltak ők korábban. Na értitek, ugye. Na minden, megkérdezzük, mert van ja, telefonálunk, jó. Hogy ne, természetesen ne úgy beszéljünk a NAV-ról, hogy nem kérdezzük meg őket. Schuller Attila, őrnagy, Vámis Jövedéki szóvivő itt van már velünk. Hello Attila, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Mi már beszéltünk, ugye, többször? Így van, és szeretném itt az elején leszögezni, hogy a múltkor, amikor a pálinka ajándékozásról beszéltünk, a végén abban maradtunk, hogy elmegyünk pálinkázni. Ennek a beszélgetésnek a vége nem lehet az, hogy elmegyünk együtt ellenőrizni. Nagyon jó fej vagy. Igazából kicsit ez volt a hívásunk célja, hogy hol vagytok legközelebb. Mehetünk-e veletek, illetve nagyon mosolyog a hangot, te voltál-e a hétvégi ellenőrzésen? Részt vettél-e esetleg? Én nem voltam, ez egy hónapig tartott ez az ellenőrzés sorozat, és hát itt mondjátok, hogy nem kaptak nyugtát a kollégák, valóban, de még el sem jutottak a nyugtadásig, hiszen nem is volt adószáma a kedves vállalkozóknak, és nagyon fontos az, hogy valóban nem vették igénybe a szolgáltatást, hiszen megalkuttak előre a virtuálba, kifizették, és akkor derült ki, hogy ugyan még adószámuk sincsen, és ezért indult ellenük eljárás, tehát nem nyugtadás elmulasztása miatt. A sorsolás hogy megy, hogy ki megy tükrözésre, ki megy csajokat lebuktatni? Tehát hogy döntitek el tényleg? Mert ugye pár hónappal ezelőtt volt egy ügy, amikor egy navos dolgozó ugye elment tükrözésre a kolléganőivel, majd kiderült, hogy a doki ugye hát nem adott számlát. A mostani csapat kicsit jobban jár, de mégis mi alapján dől el, hogy ki hova megy? Ez attól függ, hogy milyen ellenőrzések vannak, tehát ez is egy szolgáltató szektor, tehát ugyanúgy, mint a fodrász, a kozmetikus, vagy bármi más szolgáltatás, ezután is adózni kell, hogyha valaki ilyen tevékenységet végez, és természetesen a NAV-nak ezt is ellenőrizni kell. Amikor eldöntitek, hogy ki hova megy, akkor így az emberi szempontok, emberi tényezők, azok figyelembe vannak véve. Azt értem ez alatt, hogy aki a múltkor volt tükrözésen, az kompenzálásképpen kaphat egy striptiz bárt? Nem, ez nem így zajlik, tehát csoportok vannak, és ez a csoport volt az, aki ment most a legény búcsúra, illetve a leány búcsúra, és egyébként el kell, hogy áruljam, nem volt olyan egyszerű összeszedni a kollégákat, mert azért mindenki tartott ettől egy kicsit. A feleségétől tartott. Igen, leginkább az otthoni következmények. És figyelj, amikor azt mondtad, hogy egy hónapig tartott az ellenőrzés, ez egy hónap, akkor minden este ők elmentek ugyanabba a bárba, hogy biztosra menjenek? És a hónap végén kiszámlázták? Nem, tehát ez több ellenőrzés volt. Tehát volt, amikor szexuális szolgáltatást nyújtó vállalkozót ellenőriztek, illetve volt több striptiz, illetve csippendia, de kell, hogy mondjam, hogy volt olyan is, hogy megrendelték a szolgáltatást, meg volt az ellenőrzés, megbukott a kedves vállalkozó, és utána fél óra múlva érkezett a következő csapat, és a hölgy a striptizhez készült hozzá, amikor kapott egy SMS-t, ő azonnal abba hagyta a készülést, és mondta, hogy hát elnézést, nem tudja a műsorát előadni, mert otthon fejtette a nyugtatömbjét. És hát nem tudja kiállítani az egyéb művészeti tevékenységről szóló számlát. De a válogatáson még mindig nem mondtál, hogy beültök egy nagy előadóterembe minden hétfő reggel, és leosztjátok a heti adagot, vagy jelentkezéses alapon azt mondjátok, hogy gyerekek, ebbe a szolgáltató iparba megyünk, akkor ezer részlegben legény búcsú, lány búcsú, hadd lássam a kezeket, hárma jelentkeznek, hogy sorsoltok, vagy hogy dől el, hogy ki hova megy? Nincs sorsolás, van egy ellenőrzési terv, és abba bekerült az erotikus szolgáltatás nyújtóknak a körének az ellenőrzése is, és ellenőrző párok vannak, ellenőrző csoportok, és ott az egyik
ezt a feladatot kapta, hogy ilyet is ellenőrizzem. Na, tehát kiosztás van. Nem van. Jelentkezés, hanem a főnök azt mondja, hogy ti mentek ide. Ti mentek oda. És a lánybúcsú az hat csaj összeállt, és kicsit eljátszotta, hogy spicces állapotban megrendel egy csippendél. Tehát ilyen színészkedni is kell, nem? Ez egészen pontosan így történt, tehát eljátszották, hogy kicsit spiccesek, de természetesen aki ellenőriz, az nem fogyaszthat alkoholt, és maximum kölyökpesgőt ittak. És így történt az ellenőrzés, és a csippendéres fiúnál volt, hogy azzal a mondattal kezdte a műsorát, hogy most akkor én rendőr leszek, és eljátszok egy ellenőrzést. Aztán a végén a pénzügyőrök mondták, hogy itt pedig a nemzetadó is vámzata, és akkor most mi kezdjük meg az ellenőrzést, ekkor kicsit lefagyott a mosoly az arcára. De jó. És olyan volt, hogy esetleg valamelyik a kollégád mondta, hogy fia Marika, most már fedjük fel magunkat. Ne, menjük biztosra. Ne hagyd meg, tedd már el a jelzégyedet. Van még. Igen, most jön a kokuszolaj. Most fordított fejre. Most veszi fel az orbányos alsóját. Ilyen nincs? De, tehát itt megvárták a műsornak a végét, úgymond a kollégák, és hát a fodrásznál se áll fel akkor, mikor már a fél odát lenyírt a fejének, tehát itt is végig kell várni. Tehát. Én fodrásznál még nem álltam fel, ebbe igazad. Itt is meg kell várni. Utalogos élménybeszámoló, jelentésírás, bármiféle kötelezettség van, ilyen, hogy legalább hétfőn egy 10 órás meetingen mindenki elmondja, hogy milyen volt a tükrözés, milyen volt a legény búcsú, inspirálva a többi kollégát, hogy lehet azért sikereket elérni. A főnök ilyen? Magára zárja az ajtót, miközben elolvassa a jelentést. Na most a jelentés az nem erről szól, hogy milyen volt a műsor, vagy hogy a hölgy hogy nézett ki, aki a szolgáltatást nyújtotta, hanem a jelentés az ugye arról szólt, hogy adószám hiányában adóköteles tevékenységet végeztek, és ezért megindult az eljárás, és ezért akár 1 millió forintos bírságot is kaphatnak. Egyébként az ellenőrzése jellemző az, hogy 100%-os volt a találati arány, és ezért feltételezhető, hogy ez a fekete kereskedelme egy jelentős szegmensét képez, ezért a NAV valószínűleg fog még ellenőrizni ilyen területeken. Mi is erre tippeltünk volna egyéb gyerekek, hát a híva haza menni kell. Mi az SZJ száma a striptiznek? Tényleg, milyen tevékenységük kör ez, igen? Egyéb... Erotikus szolgáltatás. Igen, az egyéb művészeti tevékenység azért az nem teljesen. Te, nekem tetszett. Nem teljesen. Táncművészet. Vagy mondhatnánk, hogy szerelmi szabad foglalkozás. Igen, de striptease táncból, bocsánat gyerekek, striptease táncból van világbajnokság. Hogy hívják a magyar világbajnok? Hát Dalma, ő volt, Pirner Alma. Igen. Hát, hogy azt lehet ám úgy is csinálni, hogy az művészet. Na, szerzel egy ilyet, leszel világbajnok, aztán a NAV-nak tekereksz a rúdján. Figyelj, és ilyen például van, hogy valaki mondjuk azt mondja, hogy ő elmegy egy plasztikai sebészhez, aki mellműtétet hajt végre. Így van, erre is volt példa, és ott is a plasztikai sebésznek átadták a műtétre kialkodott összeget, és nem adott róla se számát, se nyugtát. És ha utólag kell fizetni? Ezekben az esetekben, tehát azért a kollégák se vállalnak mindent, hogy úgy mondjam, tehát ilyenkor úgy alakítják a körülményeket, hogy előre kelljen neki fizetni. De most olyan nincs, hogy van egy szegény navos hölgy, akinek mondjuk tényleg ez egy élete álma, hogy legyen új cickója, de most mindenféle froclizás nélkül, mert nagyon sokat szépészetileg, igen. Van, meg szeretné megcsináltatni, erre nincs lehetőség, hogy a NAV ezt állja. Erre nincs. Olyanokra van lehetőség, mivel ugye a szolgáltató szektort is kell ellenőrizni, mint említettem, hogyha elmegy például fodrászhoz, tehát ilyen kisebb összegekre, vagy hogyha megisznak egy kávét egy étterembe vagy kávézóba, tehát ott nem tudják visszaadni utána a terméket, és ilyenkor ez a NAV költségvetéséből megy. Attila, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad ezeket nekünk. Nagyon szívesen, és bármikor máskor is, hogyha ilyen van, akkor nyugodtan keressetek minket. Jó. Hívunk, persze. Rendelkezésre állunk. Amikor tudunk, mindig megszólaltatunk meneteket. Jó, és akkor egy pálinkázással még lóktak egyébként. Igen, meg a striptizzel. Kicsit félek veled bárhova elmenni bulizni, nehogy aztán ott előbb-utóbb ellenőrzésbe torkoljon a dolog. Aztán csak keményen popsizzátok el a csajokat. Azon leszünk. Köszönjük, ciao, hello. Sziasztok. Schuller Attilával, Őrnaggyal, Vám és Jövedéki szóvívővel beszélgettünk. Egyébként lazák, jó. Nem? Lazák. Meg hétvége után én is laza lennék, nem? Hát érzelik, nagyon komolyan veszik a munkájukat. Egyébként nyilván, hát azért ott biztos sokan nem adnak számlát. Azon is gondolkodjunk el csak egy rövid ideig, hogy a szegmens magát hogy szúrták ki, hogy ezt tehát a szexuális szolgáltatás körét ellenőrizni kell. Hát gondolom úgy, hogy ott milliárdos csalások vannak. Hát ki ad erről számlát? Hát a legdurvább.
Hát a legdurva, hát hol kaptál te ilyen, ilyen után számlát? Elnézést, hát az... kitépem a számla tömböm. Köszönöm, kicsit meggyűrödöd, ott egy kicsit, bocsánat, tehát azért ez... Az előző vendég még milliárdok. Meg azért ők ebbe is profik, tehát hogy tegyük fel a költőkérdést, hogy kit nem ellenőriznek már. Ez is igaz. Úgyhogy, de azért megnézem azt a pillanatot, amikor megkérdezik a kollégát. Na? Kinek rövidebb esetleg 2 centivel? Igen. Írja egy hallgató, az mekkora lenne, ha a lánybúcsús navos ellenőrizne egy szintén ellenőrbe épített csippendéltáncos. Tessék! És felfedik egymást. Ez mint amikor egyszerre 2 rendőr pisztolyt ránk. Igen, tedd fel magad. Jó, én a szövetségeknél vagyok. Hibagom, kábítószerűségnél. Mutasd a jelvényed, mutasd te! Majd írta nekünk, köszönjük szépen. Fél 8 út, pontosan 5 perccel jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 múlt, 3 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. A Margit körúton erősödik a forgalom. Álmos arcú emberek jönnek, mennek. A nap mesztelen hátsója kiki kandikál a felhők közül. 19 fok van, friss az idő, anyám szerint szép lassan visszakerülnek a szandik a szekrénybe. Csúmi Erik. Itt van velünk Erik is. 8-as főúton félpályás útlezárás van a Litéri és a Hajmáskéri leágazás között a 70-es korlátozás mellett, írja nekünk Könyves Nándi. És igen, hát a gólyát írjátok sokan, a sztori szenzációs. Megették, igen. Egy család levadászta, beszélünk róla majd 9 óra után. Pécsen a Zsolnai utcában beállt a forgalom, mint a szög, valamint M0-ás M1 felé Csepeltől csak lépésben halad. A 48-as térnél baleset történt, ez szerintem ugyanaz lehet, Zsolnai utca 48-as tér, Pécsett, a forgalom lépésben halad, írja nekünk Ancsi. És M1-es rendőrségi ellenőrzés a 83-as kilométernél kaptuk ezt is SMS-ben, mi pedig valakivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Hello, Tünde vagyok. Hello, Tünde! Tünde, milyen friss vagy. Ó, nagyon. Fél órája föl vagyok. Tényleg? Aha. És fölkeltél, és azt mondtad, hát mikor, hanem most. Így van. Játszunk egy jó. Otthon még akkor? Igen, itt van vagyok. Hol vagy helyileg? Salgótarján. Salgótarján. Na, és hogy telt a hétvége, jó volt? Na, hát igen, pihenéssel. Pihenéssel? Uh-huh. Mivel foglalkozol egyébként, vagy ma mi? De hát egy japán érdekeltségű autóalkapcsért üzembe dolgozom. Jaj, de szépen fogalmaztál. Japán érdekeltségű alkatrész gyár. Miket csinálsz, vagy mi a feladatod? Ablaktörlő motorokat készítünk. Na. Különböző autókban. De japán-magyar érdekeltségű, és te is érdekelsz a dologban némi. Hát igen, alkalmazottak magyarok. Tulajdonosok japánok. Uh-huh. És egész nap apró kicsi motorokat szerelsz? Hát annyira nem kicsi, de igen. Egy futószalagon, vagy hogy? Hát nem futószalag, hanem ilyen gépek. Hát ilyen sorszerű, de nem futószalag. Uh-huh. Aha, de ott állsz. És gépi szerelés van, vagy te egy ticsit ellenőriztek? Hát nekünk be kell raposgatni a alkatrészeket, a gép pedig leellenőrizketi. Apró pici alkatrészek. Így van. Alkatrész? Ja. Szigorúak egyébként, vagy jönnek ellenőrizni benneteket? Sokszor van egy gyárlátogatás, megérkeznek a japánok. A japánok azok egész rendesek. Rendesek? Igen, köszöngeti jönnek be mosolyogni. Hajlonganak szépen. Aztán elvonulnak. Igen. Na jó, szokott menni, Óven bácsi, Beru néni? Ki szokta találni? Hát nagy részt igen. Mutatjuk akkor, mit csinálnak. Jó, figyelj! Oké. Okay. Hát ugye. Ho-ho. Ellenőrzés van. Ellenőrzés van. Ott is. Beru néni, a számlát vajon? Nagyon fontos. Mutatjuk, mit érnek el meg. Figyelj. Hú, ezt még egyszer le lehetne. Semmi? Nem is rémlik? Nem annyira. Mutatunk egy ugyanilyen rövid részletet. Figyelj. Hát ez a szerelembeszédettem. Hát Isten, de jó szám volt az. Bizony. A Midi. Erika C. Itt már együtt voltak? Itt még nem. Szerintem nem. Itt még nem. Ez akkor még nem is Erika C volt, szerintem, vagy csak Zoltán Erika. Szimplán Zoltán Erika. Zoltán Erika, egy ország vérfiai akarták őt egyébként, igen. Gratulálunk, megvan az ajándékcsomag, köszönöm, ügyes vagy. Szépen. És még azt szeretném elmondani, hogy a nagylányom azt mondta, hogy szerelmes a Balázsba.
Na, hányan vannak ezzel? Kinövi ezt, elmegy általános iskolába, és már egyből. Ő nem általános iskolásban. Hát akkor, ahogy belép az óvodába, ezt egyből kinövi. Jól van, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszi szépen. És ügyesek voltatok, hogy ügyes voltál. Gratulálunk. Kösz szépen. További szép napot nektek. Hello, ciao. Szia, sziasztok. Jó Zoltán Erika. Nagyon jó kis koncerteket szokott még most is adni. Igen? Aha. Voltál? Csápoltál Erika C. Robi Dean, vagy honnan tudod? Egyszer, ami rendezvényen láttam, és tök jó volt. Tényleg imádták, mindenki ismeri a dalokat, nagyon... nagyon nagy tempóval és lendülettel adja elő. Nézd meg, Anna is bólog. De Robidi már csak úgy alibizik, vagy még azért még mindig nyomja ott a break táncot, nem? Már csak úgy finoman ott úgy bemozog? Igen, a kis fiatalokat dobja be Erika C. mellé. De már... azért néha lemegy, belekezd egy helikopterbe, csak nem folytatja. Igen. Elindul a hely, és mondja, mutatom. De ő egyébként egy jó táncos. Volt. Nem tudom, most is. De hogy ő egy kifejezett jó táncos azért a Robi. Csak hát ez most egy picit meghízott. Hát picit idősebb már. Tessék? Meg amennyire én értek hozzá, hát azért megnézzük azokat az elemeket, egy bizonyos kor felett ott már azért nem erőlködik az ember, mert összejön belőle egy nagyon csúnya húzódás, vagy valami rumbágó, vagy... Már nem annyira jó. Na jól van, 6 perc van, pontosan 8 óra, jönnek a hírek, ha valaki már most szeretne jelentkezni hármas ugrásra, megteheti, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. A Haller utcában 3-as kocka Mester utca előtt, ezt beaküldte nekünk, valamint mérnek az M5-ös autópálya Szeged felé a 405-ös lehajtónál üzeni Balázs. 84-es úton Sopron és Sárvár között vizes, folyamatos eső van, üdv Matyi. És az M7-es 49-es kilométerénél most készülnek szintén mérni Budapest felé. 8-as főúton félpályás útlezárás van a Litéri és a Hajmáskéri leágazás között, ráadásul 70-es korlátozás mellett, mindenki menjen lassan, üzenek Könyves Tándi, Pécsen a Zsolnai utca beállt, mint a szög, valamint M0-ás az M1-es felé Csepeltől csak lépésben halad. 48-as térnél szintén Pécset baleset, a forgalom lépésben halad, valamint az Egér út ma is elbukott, üdv Ferru. M1-es és van egy hírünk, rendőrségi ellenőrzés a 83-as kilométernél. Ez egészen friss ebben a pillanatban jött, hogy ott pontosan kiket ellenőriznek, azt nem tudjuk. 84-es Sopron Sárvár, igen, ezt többen írták, hogy folyamatosan szakad az eső, nagyon vízes az út, úgyhogy mindenki menjen lassan. Láttam a Fehér Szeátot is, meg Farád belterületét, Csornán, ezeket a nagy klasszikusokat, amiket mindig olvasunk. Transporter? A Babakék Transportert nem láttam, de a Fehér Szeátot azt mértem. Vagy nem mértem, ő miért? Ugye, nekem mérted és állt. Igen. Én az a típusú rendőrt beköpő jelző vagyok, aki még 10 kilométerre a rendőr után is jelez, hogy vigyázz rendőr. Tehát jót teszek, de mégse, tudod. Nem tudom, hogy hol van az a pont, ahol már ne jelezzek, mert már túl messze van mögöttem a rendőr, és még mindig villogok, hogy vigyázz rendőr. Kicsit ami... kilógva az ablakon deré. Vigyázzatok rendőr! Ami nem baj, csak már elhaladtam a rendőri ellenőrzés mellett, vagy a trafi mellett egy olyan 10 kilométerre, de még mindig jön az egy, és azt gondolom, hogy hát még neki. Ő még ne fusson bele. Még csak akinek ő jeleztél. Ő még ne menjen bele. Az elkövetkező néhány kilométeren keresztül figyelni fogja a rendőrt, utána meg elkezd rajta gondolkodni, hogy vajon, ha nem rendőr, akkor mi? Nem is fel ott van reflektorom? Vagy nincs be az ajtó? Vagy kilóg valami? Vagy mi? Elkezd agyalni rajta, hogy vajon miért jeleztél? Mire ezt átgondolja? Utána egy idő után azt mondja, nem is nekem jelzett. Furgálisabb a pillanatban telibe verik. Lemértem, a legdurvább az ilyen 9-9,5 kilométer volt a rendőr után, amikor még jeleztem. De hogy tudod, én azt látom, hogy úgy a vesztükbe rohannak. És te vagy az ő megmentőjük. Próbálok úgy nekik, ne szaladj, menj lassan. És Viki már mondja, hogy hagyd már, ne, hova? Már elhagytuk, 4 kanyar van azóta, 3 város, 4 fal, ne jelez. Rajta múlik. Senkit nem büntetek. És mint az állat. De nem tudod csináltatni a kocsinak az elejére a motoráztatőre egy fénycsövet? ami néha megszakad. Igen, hogy trafi, három felkiáltó jellel. Az elejére. Villognál egy összevisszereflektoroddal. Ott világítana szépen, mondjuk pirossal.
Egy jelzés a kocsinak az elején. Na de mikor kapcsolom le? Tehát fölkapcsolom és A-tól B-ig végig. Igen, amíg, vagy amikor látom a trafit, onnantól kezdve mondjuk 3 kilométeren keresztül ég. Ja, trafi, 5 kilométeren belül. Igen, 3 kilométeren belül. Távolságmérő is. Figyelj, én azt mondom, hogy én nem támogatom a gyorshajtást, meg a gyorshajtókat, de ők elbújnak, bokorból fotóznak, titkon csinálják, hát akkor ennyivel segíthetjük, segíthetjük egymást. Nem, biztos, szerintem az ajszűrő fal mögé a meneti ágynak hátra biztos azért bújnak el, mert hogy egyébként, ha kínálnának a napsütésbe, akkor felholyagosodna a fényezés, így vagy van. Valami ilyes. Tehát, hogy biztos van valami nagyon konkrét oka. Ja, meg van ideologizálva? Biztos. Hogy miért bújnak el? Óvatosan be a csalitosba, érted? Na, ki találkozott hétvégén Darazsakkal? Erről a Darázs invázióról akarok egy kicsit beszélni. Hónapja vagyunk tele. Egy hónapja Velencei tó partján, ezek jönnek. Darázs invázió van, ugye fenyegetnek, támadnak, szúrnak, országos riasztást adtak ki az ország több szegletében, Nógrád megyétől kezdve egészen a budai hegyekig. Mindenki mondja, hogy ne tovább, állj, Darázs invázió, támadnak, jönnek. És hogy egész egyszerűen nem tudod megúszni, ha elmész a budai hegyekbe, hogy ne csípjen meg egy darázs. Ez tényleg ennyire durva? Nagyon komoly, és ugye ők nem csak csípnek, hanem harapnak is ráadásul. Bármilyen hihetetlen. Azok már mutánsok. Nem, halál komolyan ki. Igen, először rád repülnek. Nem, egyszer elvitte a fél karomat, de már visszanőtt. Add vissza a karomat, Persze, és leharapta a kajakot egy lapátjának az egyik oldalán. Már nincs meg, majd hónap behozom. Neked tényleg ez van, például húst kiteszel, egy ilyen kis darab húst, látod, rászáll a darázs, elkezdi körberágni, és utána egy darab, egy kilós hús darabbal elvehet. Igen, és talán felszól, hogy Feri, tudod, hogy jól elsütve szerete, mondja a darázs, majd elrepül. Berepülnek a karrába, még barbecue szószért is. Igen. Azt kiteszem nekik, mert én egy úriember vagyok, de halálkom olyan harap. Igen, és a csicsókát kifejezetten kedvelik. Nem, azt nem szeretik annyira. Azt mindig ott hagyják, pedig azt is teszek. Azt is teszek, hogy legyen egészséges a menü. Jó, és aztán ne találd ki, hogy egy darázsnak, ha nem tettél ki egy jó bélszint, akkor visszajöttek négyen és megtámadtak. Négyen sokan jön. Vissza, ugyanúgy szólnak egymásnak, mint a hangyák. Itt tényleg mondtam, hogy tűzőnapon ne drinkeljetek ott veled. Nincs baj az ivással, csak vonuljatok árnyékba, egyetek valamit előtte. Ha flambírozni akartok, flambírozzatok, de akkor tényleg a kajára öntsétek. Igen, vagy ne fogjátok a darazsakra, hogy megették. De mi, hogy harapnak? Látod, hogy oda megy és kiharap egy darabot? Igen, leszed, körbe harapja, fölveszi és elviszi. És téged is meg tud harapni. Ezt most komolyan mondom. Szennél is vén hülye. Kezdesz megőrülni. Darazsak, miért szennél is? És látod, hogy többen vannak, vagy érezted? Igen, tavaly például nem volt, és most ez a most meg volt kettő, vége, tavaly csak egy is, volt, úgyhogy már kettő. Ez egy dupla. De egyébként az is duplázás, de nem annyi van, hanem sokkal több. Augusztus végétől az utolsó hétkor megjelentek, 20-a után, és azóta vannak, és tegnap is kit főztünk, és egy csomó volt, jöttek. Azért szemétség, mert ugye a méh legalább önfeláldozó, ha megcsíp téged, akkor abba belehal. A darázs viszont nem, tehát ő bárhányszor tud csípni, rohadjon meg. Van, meg a hulladékfémet is átveszi. A méh vajon tudja, hogy ő ha megcsíp, akkor meghal? Nem, akkor nem csípne meg. Ha csak nem akar öngyilkos. Vagy ők ilyen, ezek a kamikáze jellegű berepülő méhek, akik azt mondják, hogy figyeljetek, csak egyszer mutatom meg, ugye, és rá ott a nagy darab kapjuk el, mondják ezt a Ferire. Négy odaszáll, egy megcsípi? Ő tudja? Isten éltes a császárt és támad. De hogy van ez, hogy egyik évben egyszer csak elszaporodnak? Vagy ez most egy jó tavasz volt a darazsaknak, amikor egymásra találtak, és sok lehet, hogy a szélsőséges időjárás? Én nem tudom, ez mitől függ. Hát nem lehet, egy nagy darázs szakértő. Lehet, hogy az eredeti lakóhelyükön, ahol ők őshonosak, ott megjelent egy még agresszívabb, még durvább, még erőszakosabb, még vadabb darázsfaj, és kiszorította őket azokra a területekről, és most mi őket kaptuk meg. Kicsit olyan, mint a népvándorlás. Hogy egy afrikai faj kicsit följebb jött? Így van, minket toltak a besenyők, a besenyőket a tatárok. Érted? És tologatják, igen, ki? Az agresszív darázsfajok tologatják a kevésbé agresszív darázsfajokat egy másik irányba. Aha. Vagy átjöttek megint valami banánszállítmánnyal. Van ilyen egyébként, hogy banánszállítmánnyal megérkeznek? Simán átjönnek mindenféle rovarok, aztán pedig itt, hogy ők megerőszakolják, és esetleg teherbe ejtik a mi kis szelíd méhenget, és ezekből lesznek ezekből a mutáns állatok. Úgy képzeljük, hogy leszorítja a méhfejét, és igen, csinálja lezabálják a csontról az oldalas. Nem, a csontot is elviszi. Ja, igen. Ez egy nagyon különös Kuala Lumpuri banánsfa érkezett. És a béka kérdezi, hogy Feri, este még itt volt reggelre, hogy tűnt el ez a rohadt nagy oldalas? Ha nézd már, ha megint a darazsak. Nem, nem csak az a baj, nem csak az oldalas tészi, a pálinkát is megiszta, rohadjon persze, el. Nézd már, soha megint egy hatalmas pálmapókkal játszik. És akkor ott, ha tűzoltó vagy, akkor téged kiképeznek erre? Ki kell vonulnod, és mit akkor tudnod kell, hogy hogy darázs tanítasz, hogy mit csinál a tűzoltó tényleg? Bedob nekik valami füstölőt, attól bekábulnak? A füstöt, azt nem szeretik.
de nekik nem füstjük, van vízük. Hát az igaz. Ezért képezik át őket, erre kérdezett rá Balázs, át kell őket. Igen, de hát a tűzolt a tűzhöz is ért. A tüzet, nem gyújtják. De az üszkös romok füstölnek. Ja, és akkor fölgyújtja a házadat, akkor kifüstölt a darazsat. Na, kb. Erről van szó. Tudom, hogy arrébb megy, vagy akkor tényleg kimegy a tűzoltó, három tűzoltó csinál valamit, fogja a darásfészket, és leviszik, és arrébb viszik? Vagy mit csinálnak ilyen? Hát ennyi, vagy hogyha a tűzoltók nem érik el, akkor hívnak egy pópát, mert azok mindig füstölő. Igen. És ha a darazsokat nem tudják arrébb költöztetni, akkor benneteket költöztetnek el a tűzoltó? Hát más ugye, nem megy, szerintem marad, akkor te mész. Lefüstölőzik, mert egy füstöt tolnak erre az izére, a kasra. Aha. És akkor le tudják szedni, és akkor átviszik a szomszéd ereszre, ahol vagy. De van daráskas is? Tessék? Daráskas is ezek, van, nem ezek, csak ezek olyan típusú darazsak, amik gyakorlatilag megszállják a méheknek a hagyományos lakóterületén. Na jó, de nekünk például január vagy júniusban nem volt méhünk, érted? Mert megették őket a darazsak, ketté harapták őket. Hát de nem a darazsak, csak augusztusban jöttek. Ha lettek, ha az a teória igaz, amit a Jani mond, hogy a darazsak kiűzik a méheket a kasból és beköltöznek, akkor nekünk kellett volna lenni méhnek előtte. Akik jönni akartak hozzátok beköltözni. Igen. Na, most meg. És honnan tudom, hogy mikor kicsit, igen. Honnan tudom, hogy mikor harap, mikor csíp? Ugyanúgy fáj az egyik, mint a másik? Nem. Haraptasd már meg magad egy darázsra, hogy tudjuk, az milyen. Tudod, hogy milyen kemény? Nagyon komoly. Ilyen hús darabokat tép. Igen, igen. A múltkor kitépte egy a lépedet, amíg nem figyelt. Nem figyeltél, csak szerencsére megtaláltatok, mert lejtett a repülés közben. Igen, visszaraktatok. A szomszédod, nem is tudott jönni flekkerezni. Vajon minden embernek megvan ez az állatmumusa, szerintetek? Mint például biztos nekem ezek az ümmögő dolgok, hogy van egy ember, akit hatszor tolj le egy évbe egy madár, és utálja az összes galambot. Van olyan ember, aki ha ló közelbe megy, az a ló soha nem rugott, s a legbékésebb állat volt, még csak a lábát se tudta, hogy ő egyáltalán fel tudja emelni, de abban a pillanatban az a pekes ember oda megy, abban a pillanatban nagyon rugja? Vagy biztos, a csacsi, vagy van a szamár, tehát minden embernek van ilyen állatmumusa? Szerintem igen. Igen? És sokszor olyan állat a músa, amivel kapcsolatban soha nem érte semmiféle atrocitás. Nekünk a Viki mániákusan fél a lovaktól. De hogy ilyen rettenetesen durva, én többször, amikor én lovagoltam, meg lovardába megyünk. Felé lovagoltál, és ő ez. Igen. És ő sikít, az elszalad. Igen, mesztelenül egy műlovon. És azt mondja, ne hozd közelebb a fenevadat. Na, hogy jön ez most ide, csak a lovat simogasd meg. Nem, arról van szó, hogy én ugye régen sokat jártam lovardán, meg volt saját lovam, csináltam vele egy csomó mindent, és mindig kivittem a Vikit, hogy jöjjön oda, kicsit barátkozzon a lovakkal. Sok minden nem tudtál vele csinálni, mi ez egy ló, érted? A lovag voltál rajta, hát nem? Lehet egy csomó mindent, tehát a suttogó technikát lehet rajta gyakorolni, futószárazni lehet, iskolázni lehet vele, terepre való szoktatás, tehát sok mindent csináltam én azzal a lóval, mert nem akart kimenni terepre. De ahhoz a lóhoz nem vittem oda, mert az egy elég nagy ló volt, azzal én foglalkoztam egyedül, oda vittem egy olyan pónihoz, aki annyira imádta a gyerekeket, és annyira szerette őket, hogy komoly újszülött lovaglást is végeztek rajta, meg idős lovaglást, meg gyerekek, meg beteg gyerekek, meg mindenki. Viki mondta, hogy nem megy közelebb a pónihoz, mert nem szeretik őt a lovat. Mondom, ne butáskodj már, terhes volt. Ne butáskodj már, mondom. Mondtad, és oda lökted. Jót tesz a gyereknek is oda én a magyar suttogó. Én az, aki nálam nincs ember, aki jobban ért a lovakhoz. Mondom, ez egy póni, gyere oda, mondom. Tényleg, tehát 3 éves gyerekek ülnek rajta. 2 lépett a ló felé. Póni, mondom, 1.30-as. A ló sunyított egyet, és úgy, amit még életemben nem láttam egyébként, oldalra. Úgy combor rúgta a Vikit. Terhesen. Úgy combor rúgta, érted? Hogy Viki ott betérdelt, kész, vége volt. Nem tudtam utána mit mondani, aha, hogy megindokoljam. Nehéz belőle kajönni jól. Ez a suttogás, amit az előbb mondtam, hát ez még úgy folyamadom, még tanulnom kell. Ne, a pónit nem suttogtam. Rosszat mondtam neki. Érted? És így utána így... Kurbász lesz a gettó. Valami baj lesz a csajomnak. Meggőlek, te rohadék. Ha hozzányúlsz a feleségemhez. Se előtte, se utána a ló soha senki. De tényleg soha. Azóta hát is... utána azt értjük már. Utána szóltál, nem. Elvittem az istáló végébe, és agyonlőttem azonnal. De hogy van ez a típusú állat most tényleg? Olyat kapott a lótól combra, és ráadásul nem is hátúra, hanem oldalra. Hogy azt én így nem értettem. És azóta se értem, de valószínű az van, hogyha te ezt bevonzod, aha, ha félsz, te félsz tőle, akkor ezt a ló megérzi. Na most a ló oldalra nem tud rugni. Nem nagyon, hát, a póni tudott. Mi? A póni oldalra tudott. Hát ráadásul ez egy Hyundai póni volt. Tök fura.
Viszont ő cserébe egyébként meg nem fél a darazsaktól, engem a világból ki lehet üldözni. Most hétvégén is volt egy darázstámadásom, egy 6-fős, 8-fős társaságban ültünk, kinézett magának egy darázs, nem tudom, hogy milyen indítatásból egyébként. De téged kiszúrt, ezt érezted, hogy csak. De ilyen van ilyen, hogy így a fejedet csapkod, vagy ilyen fura mozdulatokat csinálva végigszaladsz a fő utcán, mint a Macaulay Culkin. Sikítozok, mint egy nő. Csapkodok, kiabálok. A darázs szerintem... Csapkodsz a ritikülőzre. Csapkodok a neszeszeremmel, szerintem az a darázs tehette volna, meg is dugott volna szerintem. Gyerekek, az rám szállt konkrétan. 6 ember nézett szájtátva, hogy miféle pankrációt végzek a darázs alatt. Nyugodj már meg, ez egy darázs. Ágaskodik a fullánkja, engem akar. Gyertek el akar kapni. Berohantam a női mosdóba, kirohantam. Ő nem bírom. Annyira félek tőlük. Csípett már meg? Nagyon sokszor gyerekkoromban, valószínűleg ez a félelem. Majd a végén valahogy úgy ütöttem le, hogy berepült a saját boros poharamba. És megittad. Amit nem vettem észre, és készültem felemenni. Na, akkor Isten is ezt is elintézte. Beszédet mondok. Azért gyűltünk itt össze. Ne, de miért ne? Hadd mondjak már beszédet, ha egyszer azt akarok. Ne, csak azt fontos az egy dolgot, poharat ne. Igen, ne, tudod, hogy bírom a piát. Hagyj igyam már meg ezt az egy poharat. Ne, de van benne valami, hát nem lenne benne, nem is tudnék belőle vinni. Te kis fóka, veste. Kézzed el, hogy a boros pohárba landolt, egy jóféle rozéban egyébként. A landolt a darázs, kim volt az asztalon 8 pohár. Hogy mennyi az esélye, hogy az én poramba hal meg az a darázs, vagy csak vergődik. Nyomorult, ha megiszod, és ott azonnal gégemet szökkel csinálni. Igen, az egy belső csípés, az nagy. Micsoda mókamester, mit meg nem tesz azért, hogy mindenki jól érezze magát. Mindig feldobja a hangulatot. Feldagad a torkod, ledugnak egy szívószálat, hogy valamire kapja le, és így úgy mennél be a kórházba, hogy ez te, ez nem ott Balázs, ki az a csávó mellett, vagy mögöttek, hogy kiáll egy szívószál a szájából, és nagyon szállalmasan veszik keresztül. Nem, az a Balázs. Ja, jó. Nem, én arra gondoltam, hogy leütöttem az egyiket, beleütöttem ilyen újsággal, és küldte a haverját, tudod. Ő volt a titkos ügynök, aki berepült a rozéba, hogy majd torkon csíp. Tehát, hogy ezek önfeláldozóak. De nekem a darázs, nektek mi? Valaki odaugrott egyébként, és kiütötte a kezedből, és ilyen lassított felvétel. Le! Darázs van a rozé! És így lögybölt, így blit, blit. Nem, szerintem tudták, hogy benne van a pohárba, de előszeretettel végignézték volna, hogy megiszom. Kíváncsiak voltak a simán. Óra. Nektek mi a mumus? Hát nekem a kígyó, hát tudod. De nem is az, hogy félsz, hanem hogy mindig veled történik, meg mindig rátszál, mindig téged csíp, meg mindig harap, meg nincs ilyen? Tehát ha kígyót látsz, attól félsz, oké. Okay. Nálam a pörői cápa ilyen. Sűrűn találkozunk, mindig megszívom. Szerintem te egyszer merülnél, téged valami biztos, hogy megcsípne, megmarna. Van egy cápa 100 évente egyszer. Akkor ott van. Akkor ez te vagy. Ott lenni. Akkor az te vagy. Hát amikor például merültünk, azért az elég, nem egy természetes helyzet, hogy egy rája rögtön ráharap az embernek a lábára, és nekem amikor ugye emlékeztek, a tropikáriumba kellett merülnünk, ugye hát kellett, örömmel tettük, mert jó poén volt, de akkor azért kellett fölmásznom az asztal tetejére, ami oda le volt nekünk készítve, ilyen kis cájnak, a poén kedvéért, mert ahogy bementem, a rája rögtön oda söndörödött ugye a lábamhoz, és ráharapott egyet. És azért nyilván nincsenek ilyen hatalmas tépőfogai, mint egy bármilyen cápának. Nem annyira azért, veszélyes, igen. Igen, de hát ugye mondták, hogy az állkapcsa viszonylag erős, mert hogy például kagylókat szokott vele ízé porrá törni, és éreztem is, ahogy ráharap a lábamra, és így kóstolgatja, így fogdosa, hogy kagyló? Nem kagyló? Ráharapjak, ne? Ízé porrá törjen, ne? Igen, nagyon szépen ugrottál fel az asztalra. Fél rögtön felugrottam az asztalra. Tehát, hogy ez egy elég érdekes találkozás volt. Addig csak rája simogatóban találkoztam velük, úgy viszonylag veszélytelen volt a dolog, mert nem fordult a hátára. És nem is nyúltál be. És nem is nyúltam be a szájába. De akkor nincs ilyen nagy mús, hogy mit tudom én, nagy társaságban vagytok, utálod a darazsakat, téged talál meg. Hatodszorra tolj le egy gala, mert... Ezeket a kopasz kukacokat nem annyira szeretem. Ez nem értem most, ez megint hogy jön ide. Vannak ezek. Miért kell állandóan erről beszélni? Tehát ez, tudod, hogy ez a magánügyedbe tartozik. Vannak ezek a hatalmas, ilyen börtömlőszerű ilyen hernyók. Ez nem tudom, melyik lepkinek lehet a korábbi változata. Igen, amiből ilyen kis börtömlőszerű hernyó. Így van, amiből ilyen kis tüskék állnak ki, vagy ilyen tűszerű ilyen kis. Milyen zuhanyzásnál sikítozol, vagy mi van? Igen. Istenem, megpróbálom lefejteni róla a bőrt. Itt csapdos borra, jobbra. Nem jön le. Nézd, hogy sprickolja a vizet. Mónika, hozz egy törölközőt, fogjuk be. Már jön a sűrűje. Lasszót neki, kapd el a vesszőt. Brátosú, beteg is összehányt itt minden. Tehát nálad minden zuhanyzás egy ilyen fura élmény? Szörnyű.
Szóval a hernyó, a hernyó neked. A hernyó, a hernyó. Utána fogok nézni egyébként, hogy melyik pontosan ez a hernyó, de ilyen végtelenül, tehát hogy én kevés állatra mondom azt, hogy undorító, de hogy ez nem túl guszti. Nem túl húzni, és ettől mindig gyerekkoromban rettegtem, mert nem, az egész teste nincsen tele ilyen kis tűszerű, ilyen kis nem tudom mit kell, hanem csak van belőle egy ilyen, mit tudom én, egy pár darab, egy 10 darab. És amikor gyerekkoromban ezt láttam, mindig besíltam. De valahogy az volt az érzésem, hogy ahogy hozzáérek, átüti az ujjamat. Ez a tüske. Félelmetesen, egy nagy zöld hernyó. Na, annak például akkora ilyen cságója vannak, hogy arról például elhiszem a darázs jelentést. A darázs is harap, hogy hallgatók is megírták. Abszolút. Gyerekek, hogy kiharapja a felsát a malacból. Így, ahogy mondom. Múltkor én azt hittem, hogy beborult, kicsit elkezdtem fázni, fölnéztem, de csak azt hittem, hogy darázs repül egy lóval. Ennyi. Megragadja és akarta viszi a napot. Megragadja és ez viszi. A Beri kérdezte, mi az, semmi, mondom, hát harapnak a darázsra. Ráraboltak egy lóra. Na nézzük egy-két hallgatói SMS-t, hogy kinek mi a mumusa. A volt feleségem például attól retteg, hogy álmába bemászik a hangya a fülébe. És természetesen be is mászott. A párom annyira fél a madaraktól, hogy volt idő, amikor csukott szemmel vezetett, ha madár repült elé. Az biztos. Az jó. Ez nem vicces. Nálunk a darazsak megeszik a legyeket. Letépik a szárnyait, aztán a lábait, utána megeszi, írja Rita. Na, tessék, tehát harap, hogy enné meg másképp a legyek? Rita is picit Ferivel van, nem? Hát tehát ne, azt gondolom, hogy ott is le kéne már állni. Hallgatok, írjátok meg, hogy harap-e az a rohadt darázs. Hát harap, hát tudom. Hát látom, hogy a húst, egy ekkora darab húst tegyél ki a darázsnak, és figyeld meg, körberágja, kiharapja, és elszáll. Igen, körberágja, kicsontozza, ott hagyja a csontot, majd elfogyaszt még két legyet. Az később, az a desszert. Igen, augusztus végén Bécsben voltam, és ott is darázs invázió volt. Napi 1300 csípést regisztráltak. Ne hagyd magad, Feri, a darazsok tényleg harapnak, írja Jászmin. Köszönöm. Így egy másik hallgatunk. Nálunk érden is támadnak, jönnek a kajára, meg a gyümölcsre, menekülök tőlük. Azt álmodtam, hogy kitelepülés volt, és üres volt az üvegstúdió, mert nem jöttetek a darazsok miatt, írja Krisztin. Azt hittem, megettek bennünket. Nekem 8 évesen megharapták mindkét melbimbómat. Fersze. Jó. És hol van az állatos sztori ebben? Igen, ez hogy jön ez úgy ide? Minden jó családban előfordul egy-két ilyen harapás. Volt egy a hátamon is egy, de aztán az elment. Írja Gábor. Nem bírt fölemelni. Múlt héten megcsípte a zacsimat egy darás. Fájt, mint az állat. Írja Gabbancs a naphallgatója. De csípett vagy harapott? Harap, az sem mindegy. Harap, ez is harap. Te tudtad, hogy harapnak, Jani? Nem. Ugye ez neked is új, nem? Nem, ezeket teljesen új. Én odáig nem szoktam egyiket, eddig a testi kontaktusig én nem jutok el egy darázssal. Tehát én azért igyekszem őt kihesegetni. Amikor jön. Persze. Lepkefóbiás vagyok, így egy másik hallgató. Ha bejön egy lepke a lakásba, természetesen mindig engem talál meg, vonzom őket. Sikítva menekülök előle, szapor a pulzus, remegés is rám jön. Valamiért az ismerősök nem szívesen járnak velem nyáron, teraszos étterembe, írja egy hallgató. Nagyon félek a békáktól, még egy pici békától is képes vagyok visítva rohanni. Félek én a darazsaktól, meg minden ilyentől. Azért is érthető, mert kiskoromban beleültem. Írja nekünk Tina. És megharapta a popóját. Hát inkább megcsípte, ja. Gondolom én, nem? Na jó, várunk még ilyen SMS-eket, jó? Nem is... Igazából az, hogy kinek mi a mumusa, vagy ki milyen állattól fél. Bár ez is jó, nyilván a kettőt nem lehet egymástól elválasztani. Hanem inkább tényleg, ahogy mondtam, kinek melyik állat a mumusa, nem? És ezt jól elmondtam. Megtaláltam nem a mumusa, hanem a mumusa. Jó? Megtaláltam, hogy ti is lássatok, mi volt az én legnagyobb fóbiám. Családi de, archívum? Nem, érdekes, csak annyit írtam, hogy hatalmas hernyó. Hatalmas hernyó és néhány idézhetetlen témájú kép mellett. Hihetetlen a Móni milyen ügyesen. Beadta ezt is. Móni milyen ügyesen fotóz egyébként. Én besírtam ettől egy nagy zöld kis... Hogy lefotosopolta róla, Jani? Hihetetlen, hogy leszedett róla. Igen. Kicsit itt még éretlen volt, de aztán felnőttem. Mondjuk én azért azok a tüskékkel orvoshoz fordulni kell. Most, tehát azért az ne hidd el, hogy az természetes. Erősebb fiskásolóval el lehet távolítani. 8:30 pontosan 1 perccel jönnek a hírek, aztán jövünk mi is vissza. Ez itt a Morning Show. 3:49 lesz, pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgetünk itt a hírek előtt, hogy darázs invázió van. És kinek melyik állat a mumusa. Nem is az, hogy most megint meg kell újra belemenni, kibontani a témát, jobb később, mint soha, pont 6 perc van a megszólalásból, de hogy, tehát, hogy nem is az, hogy mitől félsz, hanem mi az, ami állandóan megtalál, beléd rúg, beléd csíp, mindig rád száll, mindig téged támad meg. Nyilván, hogy ez érzékenyen érintsen, ahhoz az kell, hogy te attól az állattól nagyon féljél.
Tehát a kettőt nem lehet elválasztani. Na, nézzük akkor az SMS-eket, hogy miket írnak a hallgatók. Békáktól félek nagyon. Vidéken képes volt a levelék béka felmászni a házfalán, és az ablakomon bejönni. Addig nem mentem a szobába, amíg valaki ki nem vitte. Feri, hiszek neked, hogy harapnak a darazak. Na. Most azt meséld el, amikor a sárkánytól tüzet kértél. Na, az úgy volt, kérlek szépen. Egyébként akkor figyeljetek, elmondom, tegnap ilyen búcsú főzés volt, ugye nagyon sokan most már elköltöztek, és akkor csináltunk egy nagy bulit, harcsa, bakonyi harcsapaprikás, de ebben most nem menjünk bele, nagyon jól. Kitettem a harcsa húst, mielőtt összevágtuk, jött a darás, rászál, mondom, figyelj, most figyelj, megkapaszkodik egy ilyen kiálló kis részen, körbeharapja, befogja a kis kezébe. Érted? Megfogja a kezébe, és elszáll. Aha. És látod, hogy száll a darázs, és lóg rajta a hús, ahogy tartja a kezében. Hihetetlen ezek a darazsak. Oda repült, beleharapott, majd megfogta a kezével, és erre. Nem, a kis kezével. A kis kezével, mert nincsenek nagy kezei a darázsnak. Egészen pici kis kezei van. Megfogja vele a húst, magához öleli, ez már az enyém, mondja a szájával, és amivel az előbb kiharapott egy darabot belőle. És nem a szájába viszi el, mert okos, mert az még kellhet, hogy megharapjon téged. Hanem az asztal labból is kiharapja, hogy legyen egy tányérja, nem? Köszönt is, veszünk. Hogy szia Feri, most elrepülök? Hát pont ez az, hogy az intelligencia odaszolt, hogy közparaszt, aztán vigyorogva elrepül. Még ha leparasztozna, az rendben lenne, mert tényleg, de nem volt köszönt. Egy csap bele Ferkó, és úgy repült el semmi? A kis kezével, mi? Kilószámra hordják szét a termést. A gombáért még visszajövök, azt nem mondta. Az is volt, gomba is, azt nem vitték. A húsra jön, tényleg harap ki, körbeharapja. Megfogja ki, és van olyan, hogy ketten fognak egy húst, ha nagyobb valakul. De összevesznek rajta. Nem, azt végig hazaviszik, és otthon megosztják. És otthon ökörsütésbe rakják a húst, persze egyik erről, másik hátul. És csinálok belőle rablóhúst, mert hogy ez rablott hús. Igen, elvitt. Az én férjem a tyúkoktól fél, elég vicces, amikor kb. Egy 100 kilós férfi seprűvel hadonászik a Baromfis udvarban, amikor ki kell hoznia a tojást. Apám, ha meglát egy nagyobb pókot, légpuskával levadásza. Írja Andi. Én nagyon félek a molylepkéktől, de már betegesen, ha hazaérek, az első dolgom, hogy átnézem a lakást, rettegek attól, hogy épp a ruháim között vannak is jó ízűen rákcsáják. A lányom az is, a molylepkétől, ami a világ egyik legártalmatlanabb élőlénye, de tényleg, és így, hogy így sokkal nagyobb veszélyt jelent ezt a számára, mint ő a számodra bármikor is. Igen, nem tűnik túl veszélyesnek. Jön egy-két darázsos SMS. Ma reggel egy darázs előttem kapott el, és szedett szét egy molylepkét. Ez tök komoly, írja Andi. Persze. Tessé. Nyilván repült a darázs alatt, ott repült a molylepke. És föntről rábukott, a hátára szállt, ketté tépte, repülés közben. Teraszon reggelinél elholták a parizer, csak néztünk. Hogyne? Hát az mindig van ott így, van, de te most nem, most van ne ilyen egyébként. Repül a darázs, de nem látod, mert csak a parizert látod alatta. Csak gondolod, hogy a parizer fölött ott van egy darázs. Hiszen a parizer nem tud magától repülni, de nem? De szétjó, hát, komolyan szétfordja. Én a tanulja voltam egyszer, hát hogy 40-nek a tormás sonkatekercset vittek el. Miután a kazinotajás is felzabálták. Ilyet, a francia salátát kifejezetten szeretik. Hallod? Ott nem válogatnak, rámennek. Sírok, kéteringesek voltak ott mindenhol. A dalazsak tényleg harapnak, így egy másik hallgató tök komolyan. Csirkebontáskor a májból haraptak ki egy igen nagy darabot. Igazad van, Feri, puszi, Linda. Tehát látták, hogy csirkebontás van, igen, megvárták, jönne, amíg a máj oda kerül, rárepültek és elvitték a máját. Hát nem hülyék a darazsak, hát csak nem fogják ők szétbontani a csirkét. Biztos, hogy megvárták, érted? Mire kirágod a csirkéből a májad darásként, megvárod, míg kiveszi az hát ember. Hát öléskor sem repülnek oda, disznőöléskor sem repülnek oda, még a pörzsölés előtt, érted? Amikor már félkész, akkor viszik el a fél disznót. Fölkapják a sonkát, elviszik. Ferinek igaza van, a fogukat a fán szokták élezni, de tényleg. Na? Abszolút. Egy csomószor mi is kirádulunk a Benivel, kérdezi, mi azt mondom, ne törődj vele semmi. Csak a darazsak érezik. A darazsak érezik a fogukat a fán. Hát a múltkor, amikor találkoztam egy vándorkőszörűssel, néztem, hogy mi szikrázik. Hát darazsak élesítették a fogukat. Sziasztok, nekem gyerekkoromban az orromból harapott ki egy darabot, és ez nem vicc. Van az úgy, ha rád repül. De most nevetünk. A hallgatóknak szólsz be, hát az, nincs meg az orra szerencsétlen hallgatónak megírja. Ez a hallgató is szeretet, szeretnek téged, és nem akarnak benne hagyni a kakába. De még egyébként harapáson kívül mit csinálnak? Tehát volt, hogy mit oda repült egy darázs, megkarmolt, ilyen volt? Nem, karmolni nem harap. Engem egyszer hárba dobott egy gerebével. Ilyetetlen. Azóta vagy ilyen. Múltkor kim voltam a lovardába, és mondtak, hogy nem menjek a darázs mögé, mert megrúg. Nem hittem, mert beálltam, még olyat rúgott rám a darázs. Figyelj, én azóta hiszek a ló, és a darázs mögé nem megy, mert rúg. Emlékszel, amikor mesélted, hogy kötőféket dobtál a fejére, hogy tudjál rajta lovagolni. Hihetetlen. Az a baj, ha túl sok zabot kapnak, még harapnak, meg rúgnak is. Ja, nem jó. Jó, icceljetek, csak majd holnap behozok egyet, illetve akkor nem, mert nem vagy, de jövő héten, ha visszajöttél, hozok egy darazsat, és így fogod tudtad, majd látni. Tudtad, hogy a darazsat mielőtt kiviszed terepre le kell mozgatnod, mert egyébként nagyon persze, zavos. Persze, mert túl feszült, és akkor nem mehetnek oda hozzá a gyerekek megsimogatni. Ha terepre mész darázsra, mindig mozgasd le, jó? Jani, egyet ígérj meg. Ha bármikor kiviszel egy darázsat terepre, lemozgatod. Jó? Ne menj csak
mennyire fölül szerepolt, jó? Mennyire. Ja, és csak mondom, hogy a nyergelés nem nagyon szereti. Akkor, nem, hát. Akkor nagyon rúg. Se az ústort nem szereti, se az sarkantyú. Az ablát kifejezetten utálják. Igen. Igen, a lódarás megnyeri, itt kérdezik Feri. Igen, persze. Majd meglátjátok. Engem a kakasok támadnak meg mindig, de még az állatkerti kakas is jött a kerítés mellett, és nézett, miközben a tollait borzolta. Kerülöm a Baromfi udvarokat, így a Reni. Na, én ilyen SMS-ekre gondolok, hogy megmagyarázhatatlan okból kifolyólag egy darázs, vagy egy kakas, vagy bármi kinéz magának, és nem tudod megmagyarázni, hogy ez miért történt. De a kakas, azt elhiszem, attól én is rettegtem gyerekkoromban. Tudtad, hogy a darázs is, vagy a kakas is harab? Akkorát, de nem akkorát, mint a darázs. Nem, hát a darázs sokkal nagyobb. Sokkal kisebb. Abszolút. Egyszer emlékszem, szétfeszítettem, és csak így brahiból, hogy imponáljak a csajoknak, beraktam a fejemet a csőrék közé. A darázsnak nincs csőre. Majdnem rajta vesztettem, mert visszacsapta. Lepkefóbiás vagyok, ha bejön egy lepke a lakásba, természetesen mindig engem talál meg, vonzom őket, sikítva menekülök előlük, szapor a pulzus, remegés. Valamiért az ismerősök nem szívesen járnak velem nyáron teraszos étterembe. Igazad van, Feri, ne hagyd magad, a darázs tényleg harap. Írja egy hallgató. Na, így van, de mindig csak az, ami marad. Balázs, te városi vagy, ezt nem értheted, írja. Egy másik hallgató. Nekem volt egyszer egy olyan, hogy egy darázs a fülembe szúrt. Egyszer pedig a kullancs az acsimba harapott. Teljesen hát, tudtad, hogy a kullancs is harap? Igen. Alulról támad. Nekem egyszer annyira megszívta magát, hogy nem tudtam megkülönböztetni a bal meg a jobb helyétől. A darázsírtó is mondta, hogy táplálkoznak hússal. Hát most egy darázsírtó mit mondjon? Hát persze, hogy azt mondja, hát neki ebben van a biznisz. Meg hát kell védenem magukat. Tudják, hogy mit csinálnak ezek a darazsak? Mindent megesznek. A múltkor hallottam a rádióban, hogy Rákóczi Feri azt mondta. A darazsak esznek húst, hívjatok. Nem, olyanokat nem hívunk, akik nem beszámítható. Akik velem vannak. Sajnos nem tudunk hívni, mert mindjárt hozzák a gyógyszert. A Ferinek igaza van, a felvágottból kiharap egy darabot. Egyébként hogy vetted észre, hogy inkább a téli szalámi, a sonka, a bajor sonka, nyers hús? Nyers hús. Igen? Csak kóser? Na, egyébként van egy olyan videó az interneten, ahol egy darázs ketté harap egy méhet, majd a méh maradványával a felével elrepül. Én most láttam egy olyan videót, hogy egy darázs ketté harap egy tehenet, döbbenet. És elviszi. Megőrülsz. Még a tehén se akarja elhinni, hogy ilyen van. Én megláttam egy olyat, hogy egy földi girisztát harap ketté, de a bőrizom tömlőn, és menekül jobbra-balra két, és Darázs meg tanástól áll, hogy most melyik után megy. Vigye, de aztán mind a kettőt, mert két keze van, ugye? Meg a két kis kezével elkapja őket. Utána nyúl balra-jobbra. Hihetetlenek ezek a darazsak felé. Nekünk volt egyszer egy olyan sztorink, hogy utaztak valahol vidékre, talán a Salföldön, Monival, ez még egy gyerek megszületése előtt volt, és mondja nekem, ott ülök mellett az autóban, és mondja nekem, hogy figyelj, szerintem berepült egy valami méhecske a pólomba, nézd meg, mondom, hát nincs ott semmi. És rácsaptam, és ott volt. és meg is szúrta, de nagyon vidám kis történet volt, mert abban a pillanatban mondjuk akár fél is láthatta volna a kormányt, de csak belenyomott egy ízét, egy ilyen ötújnyi ilyen kis vájatot, mert konkrétan szétnyomtam a hátán egy darazsat, illetve nem darazsot, mert azok harapnak. Igen, nem egy méhet, mert ez szúrt. Volt, mert ez cív, de nem lehet, hogy csak megharapta egy darázs? Szerintem nem, mert ez egy ilyen megtörtént eset. Igen. Na jó, ha megnézzük, akkor ki a játékos, valakivel már is játszunk. Ha megszólal a pult. Ha nem tényleg. Hármas a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Na, jó van akkor. A darazsak elrágták a telefonját. Így van. Milyenek a kérdések, Jani? Nagyon könnyűek szerintem. Talán a harmadik egy kicsit nehezebb. A harmadik az nehéz. Még országlátás Machu Picchu. Hát nem, nem. Nem. Tűnik túlságosan nehéznek. Jaj! Akartam mondani, hogy ígértem a chemtrailt, ugye? Aha. Csak én jövő héten, illetve nem, hát ezen a héten szabadságra megyek. Túlságosan nagy labda lenne nektek az, hogy egy hétig azt hallgassam, amíg nem vagyok itt. Hogy nagy labda. Akkor is, ha itt hogy a megboldogult összeesküvés, vagy illetve a megbolondult, vagy meg is boldogult összeesküvés elméletekben túlzott a hívó, félőrült most éppen nyaral. Úgyhogy ha valaki számít a chemtrailre, megkapjátok, de ellenőrzött körülmények között, úgy, amikor tudom ennek hallani, aha, látni, tapasztalni az utóéletét, jó? Jó. Tehát ne az legyek, aki úgy nyaral, hogy fürkészi az égboltot, és mindenféle összeesküvés elméleteket gyárt. Tehát amikor visszajöttem, akkor lesz, ha csak persze ott, ahova megyek, nem harapnak szét darazsak. Igen, igen, de hát nem gondolod, hogy az elkövetkező hétben nem azt fogod kapni, hogy elmenekültél az elő, vagy elénk tárt a chemtrail. Úgyhogy lesz chemtrail a jövő héten, amikor visszajöttem. Itt van a játékos, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Sanyi vagyok. Sanyi, megyünk is, jó? Mehetünk? Mehetünk, köszönöm. Honnan hívsz minket, Sanyi? Zuglóban. Sietsz? Nem. Igen. Itt van az első akkor kérdés. Jön a harmadik kérdés. Meg volt az első kérdés. Melyik ország látványossága a Machu Picchu nevű romváros?
Picsudak is mondják. Hát én picsűnek mondtam, de csak azért, hogy ne mondjam úgy, hogy minden más ember. Ez tudod, a dél, az egy jobb dél. A kecsúák így mondják, hogy Balázs. Mindig egyénieskedek. A macsú kecsú, ki meg pecsű. A macsú picsű. Nincs meg? Nincs. Sanyi, hát ez nem volt nehéz. Nem. De. Hát de. Ez egy de neked az, hát most. Mivel foglalkozol, Sanyi? Van egy családvállalkozás. Jól van, Peru lett volna a jó megfejtés. Hát köszönöm szépen. Köszi szépen. Fantasztikusat játszottunk. Szevasz, Sanyi. Őrületes játék volt. Na, mondta Jani, hogy nehezek. Viszont maradt kettő darab kérdés a holnapra, Jani. Na, kiváló. Csípe a darás. Elköszönjük, vagy harap. Írj egy hallgató. Sziasztok, tegnap láttam egy darazsat, megevett egy Jumbo Jetet, iszonyat volt. Nagyon durva. Igen, csak ez egyik ajtó, mivel maradt meg. Hihetetlenek ezek a darazsak. 4 perc múlva 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra múlva 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Trafi az M1-esen Budapest felé a 92-es kőnél. Ezt Kál küldte nekünk. M3-as Budapest felé szintén 92-esnél van egy trafi, írja Attila. És szintén M3-as 203-as kilométernél a felüljáró alól a Budapest felé autózókat mérik. Írja nekünk Marcia Román. Cseperről Halászterek felé az Ossan körgyűr után műszaki hibás kamion lassítja a forgalmat, ez Bubu küldte nekünk, és Lágymányos híd Pest felé áll, mert a hídon kerékcserét imitálnak, ez szakértő küldte nekünk. Jászberény és Nagykáta között a 31-esen a szokásos helyen ott vannak a rendőrök, most nem trafiznak, hanem igazoltatnak. Zöldséges Bence üzente ezt nekünk, valamint Struckó szál a 443-ason Gyoma Endrüd után. Na, Struc nem játék. Struc nem játék. A darázs nem senki. Játék. A darázs az egy külön kategória. A Titanic nem azért süllyedt el, mert jékhelynek ütközött, kiharapta egy darázs. Így van. Igen, én láttam, hogy rászállt Chuck Norrisra egy darázs, majd elnézést kért, és ketté harapta saját magát. Márhogy Chuck Norris. Igen, igazad van, Feri. Abszolút egyetértek veled. A múltkor én is láttam egy darázsat szájkosára. Ugye? Az egy különösen veszélyes, nagyon előtt darázs volt. Hihetetlen, hogy mire nem, rá nem fűznek. A darázs harap Feri jól tudja. Egy csirkehúsos boltban sorban állva láttam a pult tetején egy kis tányér, benne csirkemellfilét, rajta darazsakat, amint jókora darabokat rágva le róla, hordták el a húst. A tulaj azért tette oda, mert a vitrínből holták a húst, és folyton megcsípték, így viszont megelégettek a tányérra. Nem, befenyegették a helyet. Mondták nekik, védelmi húst kérnek, mert különben kőkömen nem marad, mindent lezabálnak mindenről. És azért. Csak jöttek a járandóságért, a havért. Egyébként valaha bárki megkérdezte azt a darazsat, hogy ő valóban azért harabdálja a fát, mert élezi a fogát. Tehát volt ilyen, ezek ilyen annyira egyértelműen, teljesen triviális dolgoknak tűnik. Nem egy természetfilmben, hogy hát a darázs élezi a fogát. És nem élezi? Én nem csak tudom. Kérdezem. Hát, ha tud harapni, akkor van foga, ugye? Na? Hát élezi ide. Mondják ezt természetfilmekben. Kérdezték azt a darázsat? Mondta az a darázs? Nem. Érted? De harap. De harapni harap. Na, ha már állatok. Ménes a gólya. Hát. Gyönyörű. Gyerekek, story. Én imádom ezt a sztorit. Még így is. Komolyan mondom, imádom. Ez tényleg szenzációs. Ménes a gólya. A magyar gólya, aki vagy Afrikában telel, vagy az afrikai gólya, aki egyébként nem magyar, csak ide jön költeni, elkapta ugye az egyiptomi hatóság, mert hogy hát kémgólyának nézték. A kis GPS miatt, ami a hátára volt szerelve. Aztán bebörtönözték a gólyát, majd rájöttek, megvizsgálva a GPS-t, hogy nincs itt semmi baj, ez nem egy kémgólya, egyszerűen csak egy sima, egyszerű jeladó, hogy tudják a tudósok, meg a madártani szakértők, hogy merre repül a gólya. Kiengedték a börtönből, átvitték, tényleg fogdába rakták a gólyát, átvitték a betegszállítóba, ott felerősítették, meggyógyították, majd elvitték az Aszuáni gáthoz, szintén az egyiptomi madártani egyesület munkatársai, egyeztetve magyarokkal, túsztárgyalva, hát az egészet szépen felépítve, majd egy ország a levegőbe csapott, hogy Ménes a gólya kiszabadult. Ugye? Ez történt. Örültünk, happy end, repül a gólya, jeleket adott, pénteken még ugye beszéltünk a Madártani Egyesülettől ugye Zolival, aki szintén elmondta, hogy jól van,
Csipog a jeladó, minden rendben. Örülünk, tudjuk hol van. Így van. Tervészetvédelmi területen, tájvédelmi körzetben, ezer béka, ezer jöhet, kik. Mehet, kelepelhet. Kajál, eszik. Erre ez a kis gólyácska gondolt egyet, azt mondta, hogy a sok békát lerepülni. Felszállt, megízlelte a szabadságot, hogy repüljön egy szépet. Majd nyilván még talán a puska dörrenését hallhatta, ha a levegőbe csaptak le rá. Azok a nem is tudom, halászok vagy vadászok, akik őt ugye lelőtték, a gólya befúrodott a földbe, elkapták, feldolgozták, és ménest megették. Most az arab konyháról viszonylag keveset tudunk, Feri valószínűleg hármunk közül a legtöbbet. Imádom. Hogy alapvetően az, hogy valaki gólyát eszik, már ez is egy kicsit olyan furán hangzik. Hát ha éhes. Hát igen, ők nem láttak már régóta valószínűleg húst, aztán ilyen kicsit kényszerűség, minden madár, hús alapon szerencsétlent lemadázták. De hogy egyébként, szóval amiről nem gondolom az, hogy meg lehet tenni, az a gólya. Igen. Tehát van két használhatatlanul baromi hosszú lába, van egy hosszú csőre, nem tudsz vele mit csinálni, egy nagyon pici feje, nem gondolom, hogy sok rajta a hús. Maga hát ott a kis testecské, a valami lehet. Mert ugye a repülő madár azoknak jó a mell izomzatuk, tehát a mellehús és a comb, mert rohadt sokat áll egy lábon. De maga ugye, tehát madár csülökről nem tudsz beszélni, mert két ilyen ropi van, de a combja az jó lehet. Igen. Az ott szép, meg a melle. De az a baj ezzel, hogy ő ugye ragadozó állat. Már úgy ragadozó, hogy a békákat eszik. És általában a húsevő madarakat nem nagyon szoktuk megenni. Tehát, hogy az nem finom, nem jó. Nem jó a gólyagújás. Igen, nem jó a gólyagújás, de valószínűleg az egyiptomi... Nekik mindegy volt. Hát vagy mindegy volt, vagy tudnak valamit. Na most, hát, hogy vadászták le ezt? Én nem gondolom, hogy ott minden egyes családnak egyébként van fegyvere. Tehát, hogy fölnézett az égre a kisgyerek, és azt mondta, apa, nézd madár. Te, hozta a puskát, hozta a puskát, lelőtte? Vagy ledobták valahogy, vagy elkapták a földön? Hogy kapják el? Mert állítólag ezek ilyen vadászatból élő, ilyen a keresetüket vadászattal is kiegészítő, ilyen gyűjtögető népcsoportok. Hát akkor egyébként valami fegyver volt ott, így van. Egy jó kis izével, egy tízes anyával levadázták ott. Valószínűleg egyébként nem repült, még pihentett a szerencsétlen, hogy egy kis erőt gyűjtsön a repüléshez, és akkor történhetett. Tehát, hogy álló célpontra lőttek. És akkor szedték le? Aha. És úgy szedhették le. De hogy nekik például nem volt gyanús, hogy ezen rajta van egy gyűrű, ugye a számmal, meg rajta a hátán az adóvevő. Valószínűleg őket ez nem annyira érdekelhető, sőt, még azt is el tudom képzelni, hogy egy kicsit utaznak így a helyi természetvédőkre, amikor látják, hogy megjelennek a természetvédők, mindig szokták már, hogy mindig hoznak valami állatot. De nem lehet, hogy esetleg Ménesnek egy jó barátja volt egy darázs, aki kirepült Ménesen, majd őt ellene fordult, és a darázs megharapta? Leharapta a Ménes fejét? Ez nem lehet. De összevesztek valamint a nagy repülés közben, és egyszer csak a darázs Ménes ellen fordult, és leharapta a fejét. Tehát, hogy csapdát állítottak a helyi vadászkolóniával, akiknek egy szelet Párizsért. Nem lehet, hogy a vadászkolónia egyik gyerekét lopta el a darázs. Igen. És ahogy le akarták a darazsat dobni, kidobják a kezéből, aha, a kis kezéből a gyereket, akkor véletlenül túlrepült a kő, és azt találták. Ez lehet. Velem van a baj? Ez áll a legközelebb a valóság. Veled. Velem van a baj, hogy én röhögök ezen a sztorin? Nekem ez tetszik ez a sztori? Hát, én megtaláltam ezt a cikket, én nagyon annyira rögtön. Hány gólyát esznek meg egy évben? Szörnyű, abszurd az egész. Nagyon abszurd. Sírtam. Tehát... követjük, telefonálunk, megpróbáljuk kiszabadítani, lenyomozzuk, sikerként könyveljük el, túsztárgyalunk, mindent megtettünk ezért a darazsot akarok mondani, ezért a gólyáért. És aztán megeszik. Látod, mit csináltál fel? Végén. Itt van velünk Orbán Zoltán a Madártani Intézettől. Hello Zoli, jó reggelt! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is! Ne kiabálj vele, Balázs, mély gyászban van. Micsoda lendület? Mély gyászban van, szegény. Na, hát mit szóltatok ehhez, amikor ezt meghallottátok, hogy szegény Ménessel mi történt? Nagyon nem lepődtünk igazándiból meg, és inkább öröm volt benni, mert olyan értelemben, hogy legalább megették ezt a madarat. Tehát egy szegény család asztalára került meleg vacsora, sokkal rosszabb az, amit mondjuk a dél-európai, európai uniós vadászok csinálnak, hogy lemennek ezekre a területekre, és gumicsónakból halomra lövik félautomata fegyverekkel, sörétesekkel a madarakat, és ott hagyják meg rohadni a vízbe. Csak úgy mókából. Az valóban patarnak. Az teljes móka, teljes, és mindent, a veréptől, a verébméretű madártól a sasig mindent lemészárolnak. Egészen biztosak vagyunk abban, hogy ez valamiféle ilyen vadászatból élő család, tehát itt nem lehet, hogy valami fecsegelt, hogy a magyar tek rájött arra, hogy kifecsegett valamit esetleg, és ezt a madarat eltették lábát. Sokat tudott,
Sokat tudott a madár, vagy túl sokat tudott? Nem, egyébként mi többet tudtunk a madárnál, mert amikor lesittelték, és még adott az adója, akkor azért ki tudtuk figyelni a Google térképen, hogy hol van a rendőrőrs, tehát azt kifigyeltük. Nem, ez teljesen biztos, nem volt a természetvédelmi őr, aki elengedte, ugye a gyereknek a kezéből kitépte a színes gyűrűt, apuk a kezéből a műholdadót, hogy azt akkor Einstein, és teljesen biztosak vagyunk. Hát a kaját már nem, vagy a gólyát már ugye nem láttam, mert megették előző este. Milyen a gólyahús? Hát nem tudom, hogy az előbb, hogy hallottam, amikor beszélgetetek, hogy a Balázs majdnem sírt, hát képzel, hogy csinál, hogyha ennet kéne belőle. Tehát azért nem hiszem, hogy erre szavaznánk mondjuk. Nem jó? Nem tudom, a beefsnek. Hát nem lehet olyan nagyon jó. Tehát nincs rajta sok kaja. Hát ugye itt a kényszer viszi rá ezeket az embereket, ezen a területen szó szerint nincs semmi, egy fokkal jobb, mint a hold, van levegő, meg meleg, de egyébként szó szerint semmi nincs. Semmi nincs. Hogy kapják el ezeket a madarakat, ha nem fegyverrel egyébként? Levadásszák őket valahogy, vagy ledobják? Vagy igen, hogy? Tehát azt azért tudni kell, hogy ezeken a területeken évezrek óta esznek az emberek madarat, ezzel egészítik ki az élelmüket, nagyon-nagyon ügyesek, dobóbottat használnak, ezt egyébként Magyarországon is használták a középkorban. Gyakorlatilag jó nehéz ilyen hosszúbot, és annyira megtanulják dobni, hogy nagyobb madarat a levegőből leszednek ilyen 30-40 méterről akár, de amikor felrebben mondjuk egy ilyen fogoly vagy vadkacsa csapat, akkor pedig 4-5 is 1-2 bottal le tudnak ütni. Ez egy nagyon-nagyon, hát ez nem valami nagyon-nagyon professzionális, nagy teljesítményi teleszkópos ezzel vadásztak, hanem oda ment, és lelőik, hát például Etiópiában pedig egy ilyen férfiassági próba, hogy asztallap sivaságú táj, és oda kell menni a csávónak közel, meg kell közelíteni a gólyát, és le kell dobni, és akkor gyakorlatilag... Ez a vizsga feladat. Ez egy ilyen minőségjelző, és akkor ezeknek a bélyeggyűjteményét nézik meg ugye a etióp csajok. Az igen, igen. A skalpokat. És akkor fogja, látja, hogy felrepül, fogja a gyerek, feldobja ezt a kis dárdát, vagy gerejt, vagy nem tudom mi ez. De ez egy bot, nem, ez egy olyan bot, ami nem egyenesen repül, hanem pörög. Most azért azt tudni kell, hogy a mi gólyáink lakott területen élnek szinte 100%-ig. Nekik az emberi település védelmet, biztonságot jelent, tehát mi dolguk van ott a núbiaiaknak, egyszerűen a gólyáink oda mennek a lakott területre, ott mondjuk gajaznak föl egy fára, és ott éjszakáznak, egyszerűen csak kimegy, nem a hűtőben nyúlva, hanem ledobottal mondjuk egy ilyen madarat, aztán már brocsog is egy perc volt. Figyelj, a gólya egyébként Afrikában is rak fészket? Tehát ha tudja, hogy ott lesz most 4 hónapig, akkor ott is építget magának valamit? Vagy csak állott a sásba, aztán amikor visszajön, akkor itt megépíti? Nem, azért egyetlen okból megy el, mert itt minden évben visszajön néhány hónapra a kis jégkorszak, a tél, nincs tápláléka, ugye a fehér gólyánk főleg sáskát, rovarokat esznek, azért megy oda le, hogy kaját találjon, és ott általában azért is nem követnek ilyenkor a madarak, mert ugye óriási népességrobbanás lesz a madárvilágban, és tavasszal megjönnek vissza költeni. Édesem, és akkor ő szegény bízott az emberekben, és azt gondolta, hogy nézd, ott játszik egy kisgyerek, abból baj nem lehet, elrepülök fölötte, erre a gyerek megdobta a botot. Igen, a kisgyerek bottal játszott, és gondolta, hogy megnézi. Egyébként nagyon érdekes, mert valószínűleg az első alkalommal, amikor kézre került, akkor valószínűleg a műholdadó miatt nem ették meg, hanem azt mondták, hogy akkor ezt inkább leadjuk, mert ez egy kém. Tehát jó esély, hogyha nincs rajtadó, akkor szerintem legalább 50-60-70%, hogy már ott megették volna. Azért első útra ez meglehetősen eseménydús, nem? Tehát, hogy mert ugye egy fiatal gólya volt, az első útja volt ez a nagy repülés, azt gondolom, hogy azért volt bele eseményfaktor, mondhatni, nem? Hát mindenféleképpen, tehát hogyha van újjászületés, akkor ő most valószínűleg erősen imádkozik, hogy akkor inkább legyen mondjuk páncélszekrény, nem tudom, mert annak kevésbé mozgalmas az érte. Azért tudni kell tényleg, hogy a fiatal madarak 70-80%-a nem éri meg a következő évet. Tehát főleg az ilyen nagy vonalók. És az tök mindegy, hogy egy 6 grammos ökörszemről beszélünk, vagy egy 10 kilós vagy 8 kilós sas, nagy retten sasról vagy keselyről. Együtt repülő nagyon a családjával? Repülő. Tehát amikor elindulnak, vagy papa-mama lehagyja, és azt mondja, gyerekek, innentől kezdve nálóak vagytok, hajrá, ott találkozunk. Igen, ha csak teheti, igen. Tehát, hogyha például most kezdődik a daruvonulás, kimegy az ember a Hortobágy darut nézni, akkor látja, hogy családi kalákákban vonulnak, és a fiókák folyamatosan sípolva követik a szülőket. Tehát az ilyen nagy testű, nagy távra vonuló madarak megpróbálnak rutinos öreg madarakkal lehetőleg a szülőkkel együtt vonulni, megmutatják a tuti helyeket. Aha. De hogy nem feltétlen jellemző, hogy mondjuk megvárják. Tehát ha bírod, jössz, ha nem, akkor megyünk. Tehát igen, nem annyira erős a családosztó. Nincs ilyen, tehát nincs ilyen jellegű hűség, megpróbálnak ott maradni. Ugye pont a madarat azért vitte az egyiptomi kolléga erre a területre, mert ez vízes élőhely, gólyagyülekező, tehát hogy tudjon csatlakozni a többi gólyához. Hát, szomorú történet akkor ez. Hány gólyát figyeltek, vagy hány madáron van ilyen jeladó?
ez folyamatosan változik, hogy ezt tudni, hogy ennek a madárnak volt két, volt egy testő és egy fajtás, ők szintén műholdadót kaptak, az egyik 300 méterre jutott az a fészektől, mikor leverte az áram, a Pöstjén nevű testvére, ő pedig a bolgár-román határon pusztult az áramütéstől. Tavaly is föltettünk követ 11 gólyára a műholdadót, abból kettő aktív, az összes többi már elhullott. Nem egy szerencsés karmájú család azért mondhatni, tehát itt van valamiféle olyan törlesztés, amit így törlesztünk, a család egy felik fele ott, a másikat megeszik, a harmadik áramnak repül, nem, hát nem szerencsés. A sáskalobbi lehet, hogy jóban van az Isten, és akkor azt mondja, hogy mivel ezek évente megzabálnak belünk több milliárdot, pusztítják a népünket, akkor egy kicsit hadd szívjanak már is. De ti is így szeretitek a vesztes ügyeket. Hát most igazándiból ugye ezért is tették, hogy most ennek a nagy közönség számára negatív kicsengés van nekünk is, de legalább ugye kiderítettünk egy olyan érzékeny pontot Egyiptomba, ahol tudjuk és tudják az egyiptomi kollégák, hogy oda kell menni, és itt mondjuk gólyáért konzervet, vagy konzervet gólyáért akciót kell indítani, megmondja az embereknek, fölvilágosít, hogy megyétek meg, itt van 8 konzerv, és hadd menjenek a gólyát. Tehát ezért ez az egyik célja például az ilyen műholdadózásnak, hogy az ilyen érzékeny helyeket kiderítsük, és be tudjunk avatkozni. Olyan esetleg volt, hogy egy madarat követtetek fél évig, egyre furább volt a mozgás, ahol gyorsabban, hol lassabban közlekedett, aztán kiderült, hogy egy család megette a jeladót, és fél éve mondjuk már őt figyeltétek? Ez megtörtént. Esetleg nézd már, hát most itt van, ott van, bemegy, nézd már, ott van a bazárba. Mit keres a bazárba, megy vásárolóban van. Ilyen nem volt, de Amerikában volt olyan, hogy amikor elkezdett ez a műholdadózás 10 évek ezelőtt, akkor feltették az első műholdadók egyikét a címer madarukra, a fehérfejű rétisasra, és valami elmebeteg ott leorvadászta, és ott kidobta a szemét ott hátul az udvarba, és adott a jeladója, és bizony elfitelték, elkapták. Tehát, és ilyen adókat használtak például a fatolvajlás ellen, teljesen megdöbbentő, hogy az erdőben fölrakott kuglikba beraknak, és így elkapják a fatolvajokat Magyarországon. Látjátok, hát sokszor mondtuk, hogy így a trütkó, úgy a trütkó, de most ő csak kell. Azért mondom, hogyha most ő megy ezért a madárért, akkor ez nem történik. Egyébként most jövök nála most nyilatkozni, úgyhogy... És igen? Mondta, hogy nagyon sajnálja, hogy nem tudta hazahozni? Nem, azt mondja, hogy még nem találkozott ilyen témával, ugye amin nekem megtisztelő, mert azért már elég sok minden témával foglalkozott, és akkor jót beszélgettünk erről, hogy akkor most hát, milyen lehet ez. Igen, de hát ki tudja, hogy milyen tragédia lett volna belőle, hogyha ő kimegy oda, esetleg a kis sapkája miatt harkálynak nézik, és őt is levadásszák. Hát, hogy egy család megeszi, ledobják a repülőbottal. Nem, hiszem, ugye az egyiptomi kolléga mondta, hogy hát nagyon bizalmatlanok voltak vele. Hát, ugye ez azért már, ez már nem is a harmadik, ez inkább a negyedik, meg az ötödik világ. Tehát itt azért már nagyon óvatosan kell közlekedni. Ez tényleg egy világvégi hely. De akkor, hogy megvolt még az adó. Azt mondod, hogyha esetleg a jövőben előfordul egy ilyen eset, akkor inkább a Globus konzerv szálljon be, ne a tek. Hát igen, ez tényleg így működik, hogy ezek jól szoktak. Mert ezek az emberek nem gonoszságból teszik azt, amit tesznek. Éppen ezért ezzel nem könnyebb harcolni, mint azt megváltoztatni, mondjuk egy Máltai vagy egy olasz vadász, hogy ne menjél már le délre és Afrikába, és ne lőj le egy tél folyamán mondjuk 5000 gólyát meg pelikánt, mert annak semmi értelme nincs. Ezek legalább megették, azok meg ott eldobják. Igen, hát ez egy régi természeti törvény, hát ennek célja, értelme, funkciója van, tehát ezzel igazából így nincs semmi baj. Amikor tényleg az emberek ilyen sportból vadásznak, csak az ölés kedvéért, az sokkal nagyobb probléma. Egy olyan díjat nem köthetnének esetleg az egyiptomi természetvédők, hogy mondjuk adnának konzerveket máltai vadászokért? Tehát, hogyha a helyiek levadásznának egy-két máltai vadásznak, azért kapnának, mint tudom én, babgulyás konzervet? Hát meg lehetne, hogy ez a 80 dekás nagy babkonzerv azért az közelharcfegyvernek is jó, tehát azzal megdobálod a máltaiakat. Tehát mindig az jut eszembe, amikor viszem én táborba, hogy mondjuk a Egerbe az egrivár védői mit nem adtak volna, lett volna belőle 500 000 darab, akkor azért ez vitte volna lefelé a törögöket jó megsuhintva. Tehát lehet, a konzerv azért jó, a nagy konzerv, mert az többféleképpen lehet vele dolgozni. Igen. Zoltán, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hívunk, ha új madár tűnik föl, vagy bármi kérdés van. Jó? Köszönöm a lehetőséget. Ciao. Hello. Orbán Zoltán, a Madártani Intézet munkatársa volt itt velünk. Hát gyerekek, ennyi. A ménesztorid, egy megemlékezés. Na, Peti ír róla pénteken egy dalt szerintem. Legalább ennyit megérdemel. Egy perc, pontosan 9:30, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. Darazsakról beszéltek erre, apám elmegy a boltba, és megcsípte a nyakát egy darazs. Tessék, nem megcsípte, ki akarta harapni az artériát. Ennyi. Nem, ki akarta harapni a gerincet, okay, a hátára. Az is. Igen. Az már egy vesz, az egy másik faj. Na, a chemtrail-lel jövök, jó? Persze, gyere csak. Hogyne. Nem
azt nem engedem, és nem hagyom, és nem adom fel azt a magas labdát, hogy egy hétig azon röhögjetek, hogy kondens csíkokat mentem bámulni a levegőbe, és számolom őket, úgyhogy visszajövök, tartozom vele, tudom, elmondom, mondjuk, hogy mi is ez a chemtrail. Vagyunk, akkor szerzünk egy chemtrail szakértőt, és jövő hét kedden, mielőtt visszajön, megcsináljuk mi ketten meg a chemtrail-es csávó. Ezt másképp értelmezi, tehát ő nem azt fogja mondani, hogy jó fejek vagyunk, de egyébként jó ötlet, megcsinálja. Nem ezt a szót használnám, hogy jó egyből. Fejek vagyunk. Nehéz Magyarországon ilyet szerezni. Próbáljuk már a Julival egy ideje. Azt hittem, azt mondod, hogy nehéz minket itt hagyni ebben az időben. Hát gyerekek, fájó szíved, elmegyek egy kicsit pihenni. Ide meg is érkezett a... De ezt hagyom itt cserébe, ami van. Köszönjük. Viszont előtte azért még, hát azért menjünk el úgy, hogy tegyük meg tétjeinket. Többek között például ma este Nadal Djokó. Szerintem ne hagyjuk ki, tegyük meg tétjeinket, nem? Hát... Te gondolom Nadalra fogadsz, nem? Hát én Djokóra semmi pénzért. Én bár ő köszöntött föl a szülinapomra, de akkor is a Nadal Djokó, akkor inkább Nadal. Feri? Djokó. Hát nekem nem lehet kérdés, hogy Djokó. Djokó? Persze. A korrektség kedvéért elmondom. Én az első szünetre teszek. Hogy egy nagyon... Csak hogy tud. Aha. Tényleg, ez így korrekt, hogy egy nagyon kemény pályás. Egyik US Open fennállás volt az egyik legjobb elődöntőt vívta Wawrinkával. Most ez neked sokat nem mond, mert laikus vagy. Míg a Nadal egyébként nagyon könnyen három szedben győzte le a Gasquet. Viszont Djokó megszenvedett Wawrinkával, aki úgy néz ki, hogy Federer lecsúszása után az első számú svájci teniszezővé lép elő. És hát nem volt végig ott, hogy meg tudja verni a Wawrinkát. Ők már ilyen ötszettekben nyomják, tehát Wawrinka kezd rájönni Djokóra, de fáradtabb, nagyobb meccsen van túl, mint Nadal, aki szinte besétált a döntőbe. Csak azért akarom mondani, hogy... Rommá fogja verni a Nadalt a Djokó. Meggyugodhat, szét fogja kapni. Olmos fáradtságban most a Djokó lovagló izmába, érted? Hát pont, hogy bejáratódott, érted? Tehát, hogy minden tud, de ott van robbanásszerűen kész. Fáradt, kiégett, fél. Ez a Nadal gyerek, meg össze van, érted, állva, mert nem mozogta meg a, hogy hívják ott a kellő mennyiséget. Tetszik ez a fajta laikus hozzáértés. Pénz. Ne, Feri, tényleg ne, tegyél föl most csak tízet, mert a Nadal sima négyszedben agyonveri a Djokót. Nem, a Djokó fogja. Egy szettet hoz a Djokó. Nem. Egyet. Nem? Biztos lehetsz benne, hogy nem. Jó, most 20? 20? 20? 20 játék pénz. Bátrak vagytok. Egy szettet hoz a Djokó. Megnyugodhatsz. Egy szettet. A Djokó szét fogja verni a Nadalt. A Nadalt. Jó, ma este akkor. Ez ma van? Ez ma van. Van Eurosportod? Van tévéd? Ennek semmiféle jelentősége nincs. Van központi fűtésed. Én a darazsakat nézem, és fával fűtök. Viszont van darazsok. Tényleg kérdés, hogy te mit csinálsz? Megmondom neked, hogy mikor lesz. Teljesen mindegy, mert holnap megírják az újságot. 11-kor. Akkor már nem nézünk ilyesmit előtte se, de olyankor főleg este 11. Hello Csabi, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Akkor 20. 20. 20, jó, megbeszéltük. Nem baj, ha ebben nem szállok be? Figyelj! Mert nem értesz hozzá, hogy nem úgy, mint én. Én legalább bevallom, érted? Fogalmas nincs arról, hogy kik ezek az emberek. Na jó, hát tudom, hogy kik ezek az a emberek. A Feri bevallja. Focisták mindannyian. Igen, de sportmentalistaként azért nagyon sok pénzt gombolt le rólam. Bár az utóbbi időben jó volt, de most véged van. Most megfogunk Gyokival. 20. 20. Ez megvolt. Csabi, te fogadj el arra, hogy 100-nál több vagy kevesebb szurkoló lesz a magyar válogatott következő meccsén. Szurkolók mindig vannak. De most, ha beengedik őket. Most kifejezetten undok vagy. Az Egervári azt mondta, hogy a románok ellen a 4 pont az nem nagy szám. Aha. Most egy pontot kellene megmagyarázni. Óriási, nem? Bizony. Szomorú. Mi újság, Csabi? Kíváncsi vagyok a Janinak a futására. Hogy sikerült-e a hétvégén? Nincs vala videó. Ha, tehát akkor be is volt. Sikerült, abszolváltam a 10-et. Hát gratulál. Hogy ilyen kultúráltan fogalmazzak, amit tőlem azért meglepő. Köszönöm szépen. Beszéltetek róla korábban? Hogyne. Akkor bocsánat, akkor nem kérdeztem. Jó. Te korra reggel elmesélte Jani, hogy lefutotta a félmaratont, ami nagyon szép. Nagyon. Teljesítmény, 21 km azért az combos. De azért bíztam a Janiban, csak ugye múlt héten beszéltünk róla többször is, adásban is, adáson kívül is mondta, hogy hát most nincs olyan jó formában, és hát nem tudja, hogy fog sikerülni. De hát a színészek szokták mondani, hogy a rossz belépő után mindig nagy siker van. Igen, de néha vannak kivételek is. Amikor még szörnyűbb. Igen, hát fura volt, mert hogy kétszer tizet toltam, így hétközben mind a kettő borzalmasan ment, aztán ehhez képest meg mondjuk a kétszerekkora, vagy több mint kétszerekkora távol meg egész jól ment. Persze azért a végén 18 után már azért jött a fal, de toltam magam előtt, aztán végül is sikerült.
megoldani a dolgot, úgyhogy meg volt a jubileum. Ismerhetlek. Jaj, maradjál már. Én vagyok büszke rád, hogy ismerhetlek, Csabi. Meddig nyaltok még egymást? Ne, addig, amíg nem fog, de most benne szakadt a szó, mert közül vágta a Csabi. Példaképpen lett, érted? Hát én is egy sportember lettem. Ja. Én megyek. Intézkedek, tudom, persze. Mikor futottál ma is? Ma viszont kihagytam. Hát a hétvége egy nagyon, nagyon erős volt zenekari szempontból Göncön. Hát te ismered a híres Gönci Barackpálinkát, sokszor megkóstoltuk. Aztán meg szombaton az Aranykút Fesztiválon játszottunk. És Göncön, képzeljétek el, hogy olyan finom barackpálinkát ittam, hogy másnap fűnyírás közben, hogy párolgott a testem. Éreztem, hogy barack, gyümölcs ízé. Azt hittem, hogy felgyulladt a fűnyíró. Berobbant az egész. Nem mertem nagyokat lélegezni. Hívjuk a nap hallgatóját már is. Na, egy nagyon klassz kis közlekedési hírt írtál nekünk, nem írtad alá, hogy hívnak? Fetó vagyok, sziasztok! Azt hittad, a Hungárián egy baromarcú gyermekmentő szirénázik egy szegény terepjáró seggében. Szóljatok már neki, hogy ne agresszíveskedjen már a gyerekkel a puttonyban. Ez egy nagyon szép, elegáns jellemzése hazánknak, meg ami az utakon zajlik. Igen, sajnos ez mindennapos. Hát ez kézzétek el, hogy szegényként, hát szőke volt, szilikonos volt, stb. Tehát nem sokat fáradt ilyenektől az ember, de hogyha már mentő színjelzik meg ezt, akkor csak nem a visszapillantóba mutogat. Igen, az egyébként elég fura. Viszont az SMS jó volt, úgyhogy küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello. Csabikám, remek zeneid vannak? Köszönöm a kérdésed, de még mielőtt ezt elmondanám, egy szlogen jutott eszembe, amit használhatnánk innentől kezdve. Egyél még egy szeletet, és fogd rá a darázsra. Ugye? És majd rájöttek. Azt hiszitek, hogy vicceltem. Van két előadó, az egyik a Lawson nevű zenekar, a másik pedig a B.O.B. nevű rapper, akiket tulajdonképpen Magyarország innen a Klassz FM-ből ismerhetett meg. Külön-külön nagyon sok slágert hoztak már. Most viszont összefogtak, és együtt készítették el a Broken Hearted című. Hát, Lawsonnak ilyenek a dalai általában a szakításról szólnak, ez is. Ez egy újdonság, és mutatom a következő órában. Fantasztikus lesz, alig várjuk. De egyébként tényleg jó dal, tehát ajánlom neked. Azért mondom, hát most azért mondom. Hogy máshol jár az adja, nem jön egy persze. Na, gyerekek, Csabiról példát véve, csak azért, hogy a mi stábunk sem maradjon el szabadságok téren, úgy érzem, hogy a ti napotokat is a magamra kell, hogy vegyem, úgyhogy köszönjük. Köszönjük szépen. Kettőt írok. Köszönjük, hogy helyettünk is mész. Azt akarom, hogy fel magad. Kettőt írok ki csak magamtól, a másik kettőt tőletek. Jó, oké. Nehogy már az legyen, hogy a mi csapatunk nem megy szabadságra, így elmegyek egy hétre, jó, de nyugtasson meg benneteket a tudat, hogy a ti szabadságotok is fogy. Tehát olyan, mint a mi is ott lennénk. De ti is ott lesztek, és ti is velem együtt nyaraltok, illetve ha nézitek majd a könyvelést kettővel, mindenkinek kevesebb lesz, csak így a kollektív szabadság élményében. Egy hét múlva itt vagyok. Jövő héten szerdán lesz legközelebb Balázs. Annyi újdonság van a korábbi szabadságokhoz képest, hogy igyekeztünk találni vendégműsorvezetőket is. Nem pótolni nap, őt. Nem lehet. Csak így benézni. Máshogy. Kis plusz szint akarunk vinni természetesen a reggelekbe, de hát őt azért nem lehet pótolni. Úgyhogy meg szerdán jön majd vissza, rá kell egy kicsit pihennünk erre a kondensz csíkos baromság. a Kempré-féle szörnyűségre. Figyelj, zenél lesz reggel, akarsz? Persze, hogy lesz. Igen? Hogy ne lenne, mindig van, amikor nem vagy. Tehát gondolom, hogy nem trény meg rubiróz lesz kora reggel, hanem valami kicsit szigorúbb. Leszel, hogy nem tudsz tiltakozni. Hát természetesen jött már egyébként egy SMS, azt mondja, hogy Hali, persze Balinak kellemes pihenés, tehát Jani ugye akkor a héten Selena Gomez-t és Justin Bieber-t felváltja, a Five Fingers Death Punch, illetve az Avenged Sevenfold. Egyébként nem tudom, hogy ki olyan, mint hogy én írtam volna az SMS, mert hogy mind a két zenekartól lesz egy nóta. Jusson eszedbe, mit szoktam mondani? Nagy szakmai igazság, ha nagyon durva elkapcsolási faktor, tehát maradj, szólaljon meg az élő lelkiismeret, hogyha nagyon durvát hozol, elkapcsolnak. Csak valami lájtosat. Jó? Na, jó munkát nektek! Köszi! Remélem, jó szeridő lesz egész héten. Remélem, neked is odakint. Na, elmentem most eddig csak ketten nem szerettek, de most már az egész ország. Szevasztok! Ciao! Hello. Ciao!